Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm minden megjelent résztvevőnket. Köszöntöm a képviselőtársaimat, jegyző urat, pénzügyvezetőt, valamint szeretném körünkbe köszönteni a Global Green Energy Kft.-nek a vezéreit. Úgy látom körünkbe a önkéntes tűzoltók és minden rétsági lakost. Először is meg szeretném állapítani, hogy a képviselőtestület kettő. Szervusztok, üdvözöllek. Köszöntöm a járáshivatal vezetőt, közben megérkezett, és a önkéntes tűzoltók elnökét. Jól mondom, Fábia János urat. Megállapítom, hogy képviselőtestület 5 fővel határozatképes. Hát most nem tudom, lépnem kell egyet, mert ugye Varga Dávid és Katona Ernő doktor lett volna a jegyzőkönyv hitelesítő, akkor következő, ki a következő, te segíts. Akkor jó, akkor Jávorka János és dr. Szájbéli doktorat kérném kijelölni, aki ezzel egyetért. 5 fő, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy olvasatot a képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta. És akkor áttérnénk a napi rendi pontok elfogadására. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság január 20-án tartotta ülését. A bizottság javaslata alapján az eredetileg kiküldött meghívóhoz képest kérte levenni a 12-es napi rendi pontot, amely a polgármesteri kérelem napi rendjét szól. És itt azért el szeretném mondani, hogy mégis, hogy tudják, hogy miről is szól az. A kérelmemben ugye azzal a kérdéssel fordulok a tisztelt képviselőtestülethez, hogy munkám segítése érdekében a polgármesteri hivatalban egy fő többlet létszámot biztosítani szíveskedjenek. Az új titkársági munkakör a következő feladatokat tartalmaz le. Ugye a levelezésem lebonyolítása, folyamatos kapcsolatok tartása külső szervekkel, valamint pályázatok megfigyelése, lakosság, civil szervezetek segítése. Ugye most is annyi pályázat jelent meg, hogy ugye megígértem a civil szervezeteknek, hogy én segítenék benne, de úgy a lakosságnak is. Hogyha ez a létszám nekem megvolna, akkor én ezzel az emberrel meg tudnám oldani a pályázatokat úgy a magánéletben, úgy a vállalkozásban tudnám segíteni. Valamint hasznosítani tudnám az informatika rendszer és a városi honlapnak a karbantartásába, ami elég kemény pénzeket fizetünk. Aztán kapcsolattartás a katasztrófavédelemmel, kiemeltem a helyi polgárvédelmi feladatokra, aztán nagyon kellene nekem a BM kapcsolatokhoz, ami majd egyebekbe téma lesz, szintén az ITS. Aztán... Megint szabálytalan polgármester, ránézést közben szólok. Most a napi rendet kéne igen, doktor úr, egy javaslatot, igen, és aki igen. Elfogadja, az szavaz, aki nem fogadja el, az nem szavaz. Igen. Nem kiosztott, illetve nem... Mi nem osztott neked ki? Most a napi rendeket kéne ismerted. Doktor, hadd vezessem én a bizottság ülésen, ezt te vezeted, de most ezt én hadd vezessem. Miért nem tudhatja ezt mindenki, hogy miről van szó, doktor úr? Azért, mert akkor majd állják ki az egyebekbe, azt mondjad el, vagy valami, de ilyen napi rend előtt nincsen. De van, pontosan nincs. Van. Akkor majd lesz, jó, doktor úr? Akkor lesz. Hát nem lesz. De lesz, biztos, hogy lesz. És ugye a hangadó itt van, köztudott, hogy 2 hónapja, nem tudom, hogy bojkották, de nem jelent meg, ennek a működésében is szeretnék majd lépni. Köszönöm szépen. Szóval erről szól a 12-es napirendi pont, amit letörölt a bizottság, vagyis kérte, hogy vegyük le napirendről. És akkor ezek után kérném felvenni a 12-es napirend helyett, most szívem szerint meg is szavaztatnám, hogy a testület megszavazza, hogy levegyük, mert ez csak egy javaslat volt hogy a bizottság részéről, hogy vegyük le. És most én ezt szeretném megszavaztatni, hogy a 12-es napirendi pontot ki az, aki szeretné levenni a polgármesteri kérelmet napirendről, vagy pedig szeret tárgyalni. 1, 2, 3, 4. 4, és ki az, aki nem? 4 igen szavazattal, és 2-vel levéve a 12-es napirendi pontot. És ehelyett kérem akkor fölvenni a 12-es napirendi pontba a sebességjelző javítási lehetőségeit.
13-as napirendként a kettes számi háziorvosi szolgálatnál feladatellátási szerződés megkötésének szükségessége. Ebből előterjesztő volt dr. Csaja Terézia, a tisztifölösi vezető. Aztán a 14-esben Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kérelme. Itt megjelent Berez György igazgató úr, Szóbrei előterjesztést adott elő. És akkor tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy a 13-14 napirendi pontok előterjesztői jelenleg nincsenek jelen. Az SMS 21 paragrafus 6 bekezdése alapján az előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén csak a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével tűzhető napirendre. Szavazatunk egybe a napirendek felvételéről. Akkor szeretnék szavazatot kérni a 13-14-es napirendi pontról. Aki ezekkel a módosítás egyetért, kérem szavazzon. 2, 3, 4, 5, 6. 6 igen szavazattal. Elfogadva. És akkor a módosítások átvezetését követően a mai ülésen a következő napirendeket javaslom megtárgyalni. 1-es napirendi pont. 2015 évi költségvetés előkészítése. 2-es napirend polgármester szabadságolás ütemterve. 3-as napirendi pont 2015 évi startmunkaprogram pályázat benyújtásának lehetősége. A 4-es közvilágítás korszerűsítés lehetősége. 5-ös tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz. 6-os Rétségváros polgármesteri hivatalában lévő felvonó karbantartása, ellenőrzése és vizsgálata. 7-es Rétségváros játszóterének időszakos felülvizsgálata, kerítés és táblák ellenőrzése. 8-as Bacsa István kérelme. 9-es Váci Naszály közhasznú motor ESE és RRT kérelme. 10-es Rétség Árpád egylet 2014 évi kérelme. 11-es Dr. Katon Ernő 2014 év 2015 évi képviselői tiszteletdíj felajánlásra vonatkozó kérelme. 12-es sebességjelző javítási lehetőségei a kint a 2-es főúton. 13-as 2-es számú háziorvosi szolgálatnál feladatellátási szerződés megkötésének szükségessége. 14-es Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kérelme. 15-ös beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. És 16-os az egyebek. Aki a napirendi javaslatommal egyetért, az kész felnyújtása. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pillanat. Én nem szavazok, én nem értek vele egyet. 2, 4, 4 igen. Négy igen, és aki nem, 2, tartózkodás nincs. És akkor tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a pénzügyi és városüzemeltetési bizottságon elfogadott határozatok kiosztásra kerültek. Bizonyára már mindenki ezt megtalálta. A szavazásoknál a határozatokat külön nem ismertetem, a kiadott anyagon következő javaslat. 2015 évi költségvetés előkészítése. A napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta. Átadom elnök úrnak a szót első napirendhez. A pénzügyi és városüzemeltetési bizottság január 20-án tartotta meg a ülését, amelyen a bizottság teljes létszámmal jelen volt, tehát határozott képes volt. A 2015 évi költségvetés összeállítását, ugye mint köztudott költségvetési koncepció, az elmúlt években mindig megelőzte a költségvetés összeállítását, ezt most nem előzi ilyen meg, mert jogszabályváltozás történt ez ügyben.
Ugyanakkor az állami támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014 évi százas törvény alapján a jogcímenként számított összeghez egy táblázat formájában az előterjesztéshez mellékelten megkaptuk. Ami a előkészítést illeti, néhány fontosabb dolgot szeretnék kiemelni belőle. Egyrészt a köztisztviselő illetmény alapa 38.650 forint továbbra sem változott, ugyanígy a közalkalmazotti bértábla sem változik. A köztisztviselők részére kötelezően biztosítandó minimum juttatás éves összege kafetériát illetően 193.250 forint per év. A minimálbér ugye 105.000 forintra emelkedik, a garantált bérminimum pedig 122.000 forint lesz. A közfoglalkoztatási bér 79.155 forint, az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 forint, és a szociális hozzájárulási adó 27%. Van egy változás, hogy a szociális igazgatás területén március 1-ével a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély a járás hivatal hatáskörébe kerül. Aztán március 1-ével megszűnik az eddigi lakásfenntartási támogatás is. A lakosság szociális támogatásában nagyobb szerepet kapnak az önkormányzatok, viszont állami támogatást ezen a jogcímen 2015 évre nem kapunk. A szociális rendeletünket majd a február ülése mindenképpen felül kell vizsgálni, hatályon kívül kell helyezni azokat a paragrafusokat, amelyek a törvényváltozás miatt szükségesek. Ami szintén egy jelentős változás ebben az évben, hogy igen jelentősen változtak a közétkeztetésnek a szabályai, jelentősen megváltozik az étkezés összetétele, stb. Egy csomó olyan új szabály lép életbe, amelyről egy összefoglalót szintén kaptunk az előterjesztéshez, amelyet a Somogy megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve adott ki. Ebből lehet követni, hogy mik azok a változások, amelyek a közétkeztetés területén bekövetkeznek. És amiben szintén majd dönteni szükséges, a közösségi busz, amit annak idején ugye iskola busznak vásárolt a város pályázat keretében, az 5 éves fenntartási működtetési kötelezettsége lejár. A busz beszerzése 2009. decemberben történt meg. Döntés szükséges arról, hogy fenntartjuk-e a buszt, illetve a másik lehetőség, hogy eladjuk. Ami a bizottsági vitát illeti, a következők hangzottak el. Először is felmerült egy kérdés, hogy ezeknek az igen szigorú előírásoknak, amelyek az előterjesztés mellékletében a közétkeztetést illetően megkaptunk, a jelenlegi feltételekkel be lehet-e ezeket a szabályokat tartani, illetve lesznek-e ezzel kapcsolatosan ellenőrzések, várhatók-e bírságolások. A válaszból megtudtuk, hogy hát sajnos igen, vannak aggályok a rendszer működésével, felszereléssel és hát sokféle egyéb tekintetben a konyhát illetően. Jedzi úr elmondta, hogy hát meg lehet természetesen csinálni, csak a képességektől, illetve hozzáállástól függ elsősorban, hogy hogyan boldogulnak ezzel. Bírságvonzata természetesen van, lehet, hogy lesz egy rövid türelmi idő, utána viszont várhatók ellenőrzések és ehhez kapcsolódóan bírságolások. Az eredeti kérdést felrakó bizottsági tag felvetette, hogy fontolja meg a képviselőtestület a konyhának a esetlegesen vállalkozásba való adását. Ezzel kapcsolatosan meg kellene nézni, hogy egyáltalán ez a tevékenységnek a vállalkozás adása közbeszerzés köteles-e. A környéken ezek a étkeztetések vállalkozásban működnek, elmondta jegyző úr, hogy náluk Magyarországon is, és nagyon jók a tapasztalatai.
válaszában még elmondta, hogy nem közbeszerzés köteles véleménye szerint ez a vállalkozásbadás. Magyarországon 17 éve működik, 250 adagot, összesen 2,5 alkalmazott állít elő. Megtakarítás van, olcsóbban főznek, és a minőségnél is nagyon meg vannak elégedve. Elhangzott egy másik hozzászólásban, hogy korábban is volt egy vállalkozó, aki jelentkezett arra, hogy átvenné vállalkozásba a konyhát, megtartva a jelenlegi dolgozókat, és bérleti díjat fizetne a konyha használatáért. Ide telepítene egy központi konyhát, innen látná el a környéket a étkeztetéssel, és gyakorlatilag hát iparűzési adót is helyből fizetne. Másik hozzászólásban elhangzott, hogy egyetért a hozzászóló a kezdeményezéssel. Jedző úr elmondta még azt, hogy nem célszerű a tanév közbeni váltás, tehát ha ilyen döntés születik, akkor majd augusztus 1 vagy szeptember 1 lenne az az időpont, ami megfelelő lenne erre. Az egyéb számokhoz kapcsolódóan elhangzott az, hogy a központi támogatás összege, tehát az állami támogatás összege ebben az évben a tavalyi évhez képest 3 millió forinttal csökken. A határozati javaslat, amit megkaptunk az anyaggal, tartalmazza a lényeget. A felújítás, illetve fejlesztési feladatokat továbbra is célszerű majd külön kezelni. A következő téma volt a busznak a kérdése. Ugye itt elhangzott, hogy letelt az az 5 év, ami alatt kötelező volt ezt a buszt üzemeltetni. Ezt annak idején iskolabusznak vásárolta a önkormányzat, és az iskolásokat szállította be Rétság iskolába. Amikor a iskola átkerült állami fenntartásba és a Klik fenntartásában, ő közölte, hogy erre nem tart igényt. Ugyanakkor felvetődött, hogy mivel ez a busz annak idején iskolabusznak lett beszerezve, nyilván a típus is ennek megfelelő, az ülőhelyek is így lettek kialakítva. Nem túl sokat futott az autóbusz, jelen pillanatban körülbelül 10-15 millió forintért lehetne eladni. Felvetődött az is, hogy esetlegesen a nagyobb létszámú civil szervezetek részéről nem lehetne hasznosítani a autóbuszt, erre az volt a felvetés, hogy tulajdonképpen akár a nyugdíjas klubokat, akár mondjuk a kereplőegyüttes nézzük, nagyobb a létszám, tehát amikor mennek kirándulni, minimum 50-60-70 fő megy, ez a busz pedig csak összesen 29 személyes, tehát erre a célra így nem alkalmas. További hozzászólások például ugyanezt a dolgokat erősítették, és valamennyi hozzászóló az eladást javasolta a busz érdekében. Fölvetődött még egy dolog, hogy esetleges bérbeadás is a busznak. Ezzel kapcsolatosan azt hangzott el, hogy ez azért nem célszerű, mert a bérlő az hát valószínűleg a buszt lestrapálva esetleg visszaadná, tehát nem túl tiszta ez a dolog. Máshogy is felvetődött ugye egy másik megoldás, amit majd a költségvetés összeállításánál szeretne a bizottság, illetve a képviselőtestület figyelembe venni, hogy a civil szervezeteknek, elsősorban a nyugdíjas kluboknak az utaztatását más formában, más hozzájárulással szeretnénk támogatni, de erre ez az iskolabusz nem alkalmas. Végül is a szavazásnál az autóbusz eladása mellett szavazott a bizottságban 8 fő, 1 fő tartózkodott. A konyhának, a vállalkozás badásának az elindítását, illetve ennek a folyamatnak a elkezdését 9 egyöntetű igennel támogatta a bizottság, és az így kiegészített, módosított határozati javaslatot, amelyet a kiosztott anyag is tartalmaz, a bizottságban 9 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdés? Nincs hozzászólás.
Tessék, Levi, parancsolj. Lenne véleményem az autóbusszal kapcsolatban. Vagyis hát igazából a konyhával kapcsolatban is egy kicsit úgy néz ki a bizottságnak a véleménye, hogy tegyünk pénzé mindent. Nem biztos, hogy hosszú távon ez jó. Az iskolabusznál azt az érvet én személy szerint elfogadom, hogy kicsi a kapacitása, bár a bérbeadásnál egyébként a szerződések mindent rögzíteni szoktak, hogy ha visszakerül a busz, akkor milyen feltételekkel, tehát egy esetleges lelakott állapotban történő visszaadás nagyon a mai világban már nem fordulhat elő, vagy megfelelő kártérítés mellett. Többen egyébként autóbuszos kollégáim is kérdezték, hogy ezt az autóbusz nem lehetne kibérelni, mert nekik viszont vannak olyan fuvarok, amik pont ez a busz azt a kategóriát képviseli, ami egyébként a környékben hiány kategória. Mindenkinek a 20 fő alatti buszai vannak, vagy 20-ig, és a 40 fő fölöttiek. A 40 fő fölöttiek drágák, a 20 fő alattiba meg a 30 személy nem fér el, ugye, vagy 25. Egyetlen egy ilyen autóbusz van itt a környéken, az is a másik oldalon Pilisen. Gyakorlatilag megállás nélkül megy, nincs olyan hétvége, amikor ne kellene bérbe adni. Ezt pont azért lehetne egy picit azokhoz képest erősebb áron is adni esetleg bérbe, mert nagyon jó állapotban van, nagyon kevés kilométer van benne. Nem hiszem, hogy az eladással olyan sokat számítana az a 10-15 millió forint Récságváros költségvetésébe, hogy megérné, vagy hogyha csak az a probléma vele, hogy 29 fős, akkor vegyünk helyette egy nagyobbat. Mert arra viszont lenne igény. Arra lenne igény a nyugdíjasok részéről, a kereplősök részéről, az iskolák részéről, csak én úgy látom, hogy itt nem ez a szándék a bizottság részéről, hanem adjuk el, aztán majd lesz valami. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tessék, Balázs. Tisztelt testület. Tehát ez egy nagyon nehéz döntés, mint ki többször megszólítatott a nyugdíjas klubok részéről. Tehát én nekem erről a véleményem az, hogy ez egy nagyon nehéz döntés, mivel hát van egy buszunk és még sincs buszunk. Na most, ha ne adj Úristen, mégis az lesz, hogy most ez megvesz hirdetve eladásra. Közben viszont az kellene, bárkinek bármilyen olyan jó javaslata van, ami azt mondja, hogy na kérem, ezt mégis lehet hasznosítani, és ha én szerintem, hogyha már csak annyira ki lehet hozni gazdaságosságát, hogy nullára, tehát nincs belőle veszteség, akkor tiszta szívvel, vagy nyugodtan vissza lehet mondani esetleg a értékesítését. Na most, amit itt elhangzott, tehát igen, ez 29 plusz egy személyes a vezető. Igaz, hogy tehát nem ilyen megtermetett személyeknek készítették ezt a buszt, de azért ezt, Istenem, addig tűrünk, csak legyen buszunk. De ha pedig eladjuk, mégis eladásra kerül, akkor esetleg a pénzből valami megoldást esetleg más lehet találni. Most én azt mondom, hogy tehát még egyszer, ha meg lesz hirdetve eladásra, közben, ha jó javaslatok vannak, amely tényleg azt bizonyítja, hogy valamilyen módon eredményesen, gazdaságosan lehet használni a buszt, akkor azt még nyugodtan vissza lehet mondani, és akkor mit továbbiakban hasznosíthatjuk. A másik a konyhával kapcsolatban. Én, amíg dolgoztam is, ott ebédeltem a konyhán, én azt mondom, hogy nagyon jó főznek, akik ott vannak, hölgyek, nagyon becsületesen, tisztességesen dolgoznak, és maximálisan megbízunk benne, mert azóta is volt, amikor főztek a nyugdíjas klubnak. Tehát egyelőre az van, hogy vállalkozásba adás, viszont a pályá, ha ki lesz írva a pályázat, akkor esetleg mérlegelésre kerüljön az, aki alkalmazni tudja a jelenleg is ott dolgozó hölgyeket. Ezt nem tudom, ez majd a jövőnek a kérdése. Tehát ez lett volna a kettő, amit így hozzá akartam szólni. Tehát mondom, ez mind a kettő, ez nekem olyan kicsikét olyan nagyon-nagyon éles dolog. Tehát úgy a busz, mint a konyha kérdése is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Balázs. Tessék, János. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon röviden a két kérdéshez.
Az én meglátásom szerint az iskolabusznak a kérdését én magam részéről azt tudom támogatni, hogy értékesítse az önkormányzat, és azt a bevételt ugye fordítsuk majd valamilyen más, hasznosabb célra. Az is elmondom, hogy miért. Nagyon egyértelmű a kérdés, hogy abban az esetben, tehát amikor ugye ez az iskolabusz beszerzésre került, és folytatta ugye a gyerekek szállítását tolmásról, illetve bánkról be az iskolába, illetve az iskolából haza, vissza ugye a két településre, ez akkor abban az időszakban járt állami támogatás. Ez az állami támogatás nem volt egy nagy összeg, de mindent figyelembe véve, ugye a busznak a vezetőjét, az igénybevételt, az üzemanyagot, a műszaki vizsgát, hadd ne soroljam, és ugye most már azért jöttek hozzá új költségek is, ugye, például autópályadíj, meg megyei matricadíjak egy adott esetben. Így sem volt a busznak a kihasználtsága, fedezete 0%-os, tehát 0 forintos. Akkor is ráfizetés volt. Az elmúlt egy év, illetve az elmúlt év szerintem bebizonyította, hogy ugye hiába volt a busznak ugye szabályzata, a üzemeltetés az igénybevételre, még azok a tarifák, amelyeket ugye a korábbi testület meghozott és elfogadott, azok nagyon magasak voltak, nem tudott versenyezni gyakorlatilag ugye a polgári szférának a busz kereskedelmi forgalmával. Éppen ezért nekem mindenképpen az a javaslatom, hogy a buszt a önkormányzat értékesítse. Az egy más kérdés, amit itt a elnök úr is a bevezetőben elmondott, hogy a képviselőtestület szerintem meg tudja találni annak a lehetőségét és a módját, hogy a civil szervezeteknek a kirándulásos kérdését támogassa, és akkor az arányosan fog vonatkozni mindenkire egyébként. A konyhával kapcsolatos témához én nagyon röviden csak annyit tudok mondani, én magam részéről a vállalkozásba adás mellett döntök, vagy javaslom. Azt is elmondom, miért. Ez hosszú évek óta dilema volt egyébként az elkövetkezendő, ezt megelőző képviselőtestület időszakokban is. Tehát egészen, mióta én képviselő vagyok 2002-től, ez mindig téma volt, mindig fölkerült a napirendre, aztán valami oknál fogva mindig lekerült a napirendi pontról. Egy biztos, amit itt a Kotlosó képviselőtársam ugye érintett, ugye abban az esetben, hogyha vállalkozásba fogja adni az önkormányzat, hogy a megállapodásban minden feltételt rögzíteni kell, többek között a dolgozók átvételét is. Tehát gyakorlatilag a dolgozók nem kerülhetnek ugye finoman fogalmazva az utcára, mert a vállalkozás teljesen mindegy is, a jegyző úr utalt egyébként, átvette és átveszi és köteles áttenni a dolgozókat, amennyiben ugye a megállapodásban ezek a kérdések rögzítve kerülnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék, Mezőfi, képviselőtársam. Köszönöm szépen, polgármester úr. Picit szomorú vagyok, mert én azt gondoltam, hogy ez egy gördülékenyebb napirend lesz. Különös tekintettel arra, hogy megint van előttünk egy néhány olyan, egyébként nagyon nehéz döntés, vagy legalábbis már javaslatként is nehezen került ide. Mindenki nagyon jól tudja, hogy akár a konyha, akár az iskolabusz, akár a futball, akár az iskola, ezek mind olyan témák, hogy ez mindenkiért kivétel nélkül az itt élő 3000 ember valamennyien. Én inkább azért vagyok szomorú, tisztelt ifjú képviselőtársam Varga Dávid úr, legyél már kedves eljönni pénzügyi bizottsági ülésre, mert most kivettél egy mondatot, hogy ez a pénzügyi bizottság, ez most mindent úgy döntött, hogy mindent elad. Tehát ez egy gyönyörű populista mondat, ha valaki nézte ezt az egyébként nagyon kerek egész hozzászólásodat, és ezt vedd tényleg a legbarátibb képviselői. Nem tudom, véleményemnek. De tudom, hogy nem szorulsz rá, hogy én neked ilyeneket mondjak, ez valóban így van, de azon a pénzügyi bizottság, el kell jönni, rajtad kívül bocsáss meg, de mindenki ott volt azon a pénzügyi bizottság ülésen, aki itt volt, és ott azért voltak vélemények is. Nem egy vélemény volt, nem kettő, nem három, hanem szerintem annyi fajta volt, amennyien ott ültünk. Senki nem gondolja azt, hogy ez egy népszerű döntés, akármi is fog történni a végén. Egyet azonban merek állítani, nem tudom, mi lesz a vége ennek a történetnek, egyet azonban biztos merek állítani, hogy csak úgy cél nélkül a pénzügyi bizottság 9 szavazattal nem akar eladni semmit. Mert ott, ha
hát lehetett hallani különböző olyan javaslatokat, most nem mennék vissza a pénzügybizottság ülésére, hogy mit lehetne akkor, hogyan könnyebben abból a pénzből akár a rétsági civil szervezeteknek a utazásait támogatni, és még mindig lényegesen egyszerűbb volna, mint mondjuk egy improduktív buszt fenntartani. Vissza lehet nézni egyébként a busznak a elmúlt két évben történő különböző utazásait, nem volt túl sok. Mindenki ismeri szerintem veled az élen a környező társaságoknak a busz tarifáit, sokkal egyszerűbb feltehetően. Azt is merném mondani, hogy az önkormányzatnak nem az a profilja, hogy buszokat üzemeltessen, ehhez vannak a volán társaságok. Én ugyan jó magam nem köteleztem el egyik megoldás mellett, meg ellen sem. Szerintem, aki most itt van enni az asztalnál, senki sem. Ugyanis ennek a mai napnak, mai napirendi pontnak nem az a témája, hogy eladjuk a buszt, meg a konyhát privatizáljuk, hanem ezek a költségvetést érintő döntések. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van még valakinek? Akkor én szeretnék szóhoz jutni. Csak hogy erre rögtön reagálják, el ne felejtsem, mezőfi képviselőtársam, hogy én voltam az, aki legelőször pénzbizottságba szerettem volna Dávidot beletenni, és ti keményen kiharcoltátok, hogy véletlenül se jusson a pénzbizottság. Úgyhogy erről a bizottság jelenlétről csak ennyit szeretnék mondani, hogy pluszban meg nem kötelezőnek eljárni, mert betettétek őt, azt mondtad, ahogy te nem jársz. Egy kicsit én vállalkozva, hogy szemmel nézném meg ezt a, először is a buszról, akkor beszéljünk, mert ott hagytuk abba. Ugye én azt mondom, és azt érzékelem, hogy én a polgármesteri ígéretemben is erre a buszra elég szépen alapoztam. Mégpedig azért alapoztam, hogy de elhangzott, hogy a civil szervezeteknek segítsük a A-ból B pont bejutását, és a B-ből A-ba visszajutását. És én inkább azon tanakodnék, hogy a rétsági embereknek egy megfelelő tarifát találjon ki ez a pénzügybizottság, meg közösen a testület. Ne azon meditáljunk, hogy hogy lehet vele megválni, mert okos ember ilyen termelő eszközt, ilyen állapotú gépet vásárol. Ha ezt vállalkozói fejjel nézem, én úgy érzem, hogy egy ilyen jó minőségű, ugye ti mondtátok, én ott voltam a bizottság ülésen, pont te mondtad, hogy ez egy vadonatúj, 40, be sincs járatva. Szó szerint ezt mondtad, igaz? Emlékszem rá vissza, mert ugye követem a gondolataitokat. Azt mondtad, hogy be sincs járatva az autó, hát akkor egy bejáratott autót nem volna szabad eladni. Egyszerűen csak hallgattam pénzügybizottságon is, hogy miről beszéltek, más emberre szeretné megvenni, szeretne hozzájutni, és mint ti meg arról beszéltek, hogy hogy lehet vele megválni, elprédálni. Ugyanis tudjátok, hogy a évekre ennek csak el lehet prédálni. Viszont ha próbáld meg helyette venni egy másikat, hogy a kettőköt tegyed mérlegre, hogy mennyit tudsz szerezni egy jó állapotú buszt, meg mennyit tudsz eladni egy buszt. A kettőköt már is az igazol minket, hogy ezt a buszt igenis meg kell tartani. Rétsági emberek részére normális tarifával kell üzemeltetni. Annak előnyét pedig, hogy ilyen személyű forgalmazású, az pedig igen embereknek bérbe adni, normális olyan pénzen kell kiadni, vagy megéri, vagy nem éri. Ha nem éri, akkor nem kell vinni, akkor itt fog pihenni a busz. Ha megéri pedig, akkor fogja pótolni a mi költségeinket, amit besegítünk a rétsági civil szervezet vagy iskolásoknak. Itt van a lehetőség. Úszni kéne vinni a gyerekeket, mert valamikor én szeretnék majd uszodát csinálni, de most leózungokban nem szeretnék belebontakozni, majd valamikor remélem, hogy egy-két ember annak is eljön az ideje, hogy az is lesz uszoda is lesz rétsán, de most egyelőre lesz Balassagyarmaton, meg van Vácon. Arra kéne inkább ösztönöz, hogy odaadni, hogy ezeket a gyerekeket eljussanak úszni. Arra kell ugye a civil szervezeteket, hogy elmennek. Mondjuk például most lesz Csíksomjóra, lehet pályázni rá. Olyan összegeket lehet fizetni, csak éppen ebbe próbáltok meggátolni, nem véletlen akartam az embert fölvenni. Gyerekek, 66 féle pályázat van civil szervezeteknek külön utazásokra. Pont ezzel kéne foglalkozni, segíteni őket, hogy megkapják a pénzt, és az a pályázati pénzzel ide kerüljön vissza az önkártnak. Ugye mi hogy gondolkodunk, a Dávid is vagy én? Először meg kell teremtenünk az egy forintot, utána az egy forintból hogy lehet kettőt csinálni. Na az a legegyszerűbb, hogy most valamit honk is eladunk. A konyhában ugyanaz az én dolgom, de mielőtt elkezdenék a konyháról beszélni, itt először is meg szeretném köszönni a konyhai dolgozóknak mindenki megelégedésére, ha úgy döntötök, hogy eladjátok, vagy odébb adjátok, hogy megköszönöm a munkájukat, mert én magam is odajárok, mert keresek minden nap 20 kilométert, ugye eddig én eljártam, sajnos miután az Anna étterem bezárt, Berkenyére, Szendelyre. Most ide járok, nagyon kényelmes nekem, az a 800 forint, vagy nem tudom, 820 forint mennyi,
Ugyanennyit keresek, mert nem költöm benzére, és én örülök, hogy itt van a konyha. Az én ötletem a konyhával, sőt az én bánatom, hogy az elmúlt években a konyha nem lett felújítva, nem lett rá áldozva. Egyetlen leglepusztultabb konyhánk van. Most igaz, hogy nagy pénzt öltöttünk az étterem részére, de a konyhát meg kell nézni, voltam most több helyen Szűcsbe itt-ott, sokkal kevésbé ellátott, anyagilag ellátott falvakba, és gyönyörű konyháik vannak nekik. És ha egy vállalkozónak megéri egy konyhát üzemeltetni, akkor miért nem éri meg az önkormányzatnak üzemeltetni, és helytállnak mindenkinek. Ugye itt van a Balázs, egy szavunkba kitellett, civil szeretnek főzön. Mindenki karácsonyán halászlet főzön. Jönnek a fiatalok, jönnek a tűzoltók, holnap tűzoltóbál, fő itt a konyha. Majd a vállalkozóval nem fogsz tudni így rendelkezni, de független attól, hogy döntötök, én a magam nevében nagyon szomorú vagyok, sőt, még szomorú vagyok azért, hogy a kampány előtt mindenki azt mondta, hogy ha jön a hegedűse polgármesternek, akkor vége a konyhának, vége minden. És érdekes módon itt kinyíltak a virágok, és ti akarjátok ezeket megszüntetni. Nem tudom, hogy mi ezzel a célotok. Köszönöm szépen, itt szeretnék. És én arra kérlek titeket, hogy se a konyhát, se a buszt erről ne döntsünk, hogy el legyen adva, el legyen prédálva, mert szomorú volnék miatta. Köszönöm szépen. De természetes, nyugodtan vesézzük ki, mert egy fontos dolog. Hát bár szerintem akkor is jobb lett volna. Nem 2 perc, ez vissza fog jönni, tehát még mielőtt magunkat is félrevezetnénk. Itt szerintem olyan döntési alternatíva biztos, hogy nincsen előttünk, hogy most akkor mai napon eladjuk a buszt. Nyilvánvalóan ezek a költségvetést érintő döntések, hogy milyen lehetőségek között érdemes gondolkodni a későbbiekben. Ez nem azt jelenti, hogy majd a testület úgy fog dönteni, hogy eladja a buszt, mert lesz egy meggyőző javaslat, amely szerint majd biztos úgy dönt akkor, hogy nem adja el, vagy eladja, nem tudom. Tehát most a mai napon jó lenne, hogyha nem vezetnénk félre sem magunkat, sem a közvéleményt, annak kapcsán költségvetés tervezés van napirenden. Én azt gondolom, hogy annál ez sokkal fontosabb, mint sem, hogy így egyenként, tehát egyenként nem kell dönteni. Gondolkodni és tervezni kell előre. Én egyetértek azokkal a mondatokkal, amiket az előbb mondtál, hogy valóban nem lehet az a célja a képviselőtestületnek, meggyőződésem, hogy nem is az, hogy itt 1 forintból 0-t akar csinálni, igenis 1 forintból 2-t akar csinálni, szerintem ennél az asztalnál mindenki, csak jó lenne és örülnék neki, hogyha nem az indulatok feszülnének ennek tárgyában egymásnak. Köszönöm, polgármester. Szóval nincs róla, én nem vagyok indulatos Zolika, de hát arra reagálni kell, ami elhangzik. És ugye végighallgattam a bizottságülést, végig voltam rajta, a cél az volt, hogy arról döntöttetek, elmondta elnök úr is, hogy ebbe a egyikbe 8 plusz 1, a másikba 90, így döntöttetek. És én most megint azt mondom, hogy igenis, szavazzunk a költségvetésről elfogadásáról, szavazzunk a busznak az eladásáról, és szavazzunk külön a konyhának az eladásáról. Ez a korrekt. Mert fölolvasta elnök úr is, én nem én találtam ezt ki, a pénzügyi bizottságnak a véleménye így volt, és felsorolta azt is, hogy kire mennyien szavaztak, hogy mi történjen. Van még valakinek hozzászólni valója? Parancsolj! Nekem még egy rövid lenne, csak itt mezőfi képviselőtársamra reagálva, hogy egyébként engem borzasztó büszkeséggel tölt el az, amikor majdnem minden képviselőtestületi ülésen majdnem mindig többször elhangzik, hogy mert én fiatal vagyok. Tudomásom szerint te is mennyi idősen már képviselő voltál. Egyébként én erre nagyon büszke vagyok. Azt egyébként tovább gondolnám, hogy akkor az csak egy állapot, és szerintem semmit nem befolyásol. Visszatérve arra, hogy nem akarja ez a javaslat eladni a buszt, a 14-es pont konkrétan úgy van megfogalmazva, hogy az autóbusz eladására meg kell tenni a szükséges lépéseket, zárójelbe felmérés, hirdetés. Mi ez, ha nem az, hogy eladjuk? Ebből azért nem az jön ki szerintem, számomra legalábbis, hogy mérlegelni kell az autóbusz eladásának lehetőségét. Hát az, hogy meg kell tenni a szükséges lépéseket az eladásra, az szerintem konkrétan azt jelenti, hogy a bizottság úgy döntött, hogy adjuk el a buszt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dávid. Van még valakinek? Nincs. Akkor, ja, tessék, parancsolj. Annyi az, itt a buszra visszatérve, amit elmondtál, tehát ez nem tarifa kérdése. Annak idején a tarifát, amikor kiszámoltuk, ha jól emlékszem, akkor pontosan a te véleményed is benne volt ebbe, és azt mondtad, hogy még ez is elég alacsony, mert így kéne, meg úgy kéne, együttből nem lehet kihozni. Tehát ez, és még ahhoz képest is szolidan lett megállapítva, és ennek ellenére nem volt rá kereslet.
Most itt nem arról van szó, hogy mennyire lehet odaadni, vagy kihasználni a buszt. Arról van szó, hogy ez a busz Alkatánál fogva arra a célra, hogy egy 60 személyes nyugdíjas klub elmenjen kirándulni, nem alkalmas. Erről van szó, semmi másról nincs szó. Elherdálni meg úgy gondolom, hogy sem az előző, sem a mostani ciklusban nem fogja a képviselőtestet, az önkormányzat vagyonát. Azt gondolom, hogy ez kiderült talán a eddigiekből is. A vállalkozásbadásról pedig, ami a konyhát illeti, valóban ez sokszor felmerült. Annak idején az előző ciklusban beadott egy ilyen kérelmet egy vállalkozó, aki gyakorlatilag azt fejtette ki, hogy ide egy központi konyhát szeretne, tehát nem létszámot szeretne leépíteni, hanem létszámot bővíteni, mert ebből a konyhából bezárná a másik városban levő konyhát, ebből a konyhából szeretné ellátni a környéket az étkeztetéssel. Tehát gyakorlatilag itt szó nincs arról, hogy itt bármit is leépíteni. Kettő, annak idején vállalta a konyhának a helyrehozását, illetve gyakorlatilag a szükséges eszközöknek, ami esetleg még hiányzik, vagy most új előírás ezeknek a beszerzését. Tehát számtalan előnye van, azt gondolom, hogy semmit nem vesztünk azzal, hogyha meg van hirdetve, aztán ez még mindig dönteni lehet, úgyhogy, mint ahogy döntöttünk az előző ciklusban is, hogy végül is ez a vállalkozásnak az ajánlata végül is nem került elfogadásra. Tehát az, hogy meg van hirdetve, vagy az autóbusz meg van hirdetve, az nem azt jelenti, hogy ebből az következik, hogy biztos, hogy ha lesz megfelelő ajánlat, azt kell mérlegelni, és akkor kell a döntést meghozni. A határozati javaslatot pedig a pontonként nem lehet szétszedni, hanem ez a pénzügyi bizottságnak a javaslata, ezt kell föltenni szavazásra, mert az kiosztott határozati javaslathoz képest ez a módosított határozati javaslat. Ezt kell föltenni szavazásra, és nem pedig külön-külön pontonként szavazni. Technikailag szerettem volna ezt mondani. Kérem a véleményet. Mivel kapcsolatban? Abban, hogy ugye van egy pénzügyi volt egy kiosztott határozati javaslat ehhez a előterjesztéshez. Ehhez képest a pénzügyi bizottságnak van egy módosító javaslata, azt kell föltenni szavazásra. Igen, igen. És nem pontunk. Akkor egybe? Egybe, jó. Hát ez a javaslat. Parancsol, igen. Tehát amit én az előzőleg is elmondtam, tehát ha most az lesz, hogy eladásra az autóbusz, addig azért egy jó idő eltelik szerintem. Egy-két hónap az a minimum. Ha valaki, vagy valakik azt mondják tényleg, hogy na kérem, ez a tervem, ez a tervezetem, hogy ezt gazdaságosan lehet termelni, kihasználni, fölhasználni, akkor az biztos, hogy elfogadja a testvére. Tehát... Jaj, aha, értem. Értem. Köszönöm a... Jó. Hol van? Még nem tetszik szavaztatni, egy technikai mondatot szabad mondanom. Nem, nincs, nem kaptam. Hozz egy módosítottat, mert nem kaptam, légy szíves. Jaj, én odaadom az enyémet. Szavaztatás név szerint. Nem, pillanat. Tehát, hogy ezt úgy kell felfogni a 13-as közepényesnél, hogy ez volt egy módosító javaslat a vadonáról részben. Ezt így terültem. Van egy módosító javaslat 13-14-es pontra, és erre külön szavazzunk. És utána, amikor ez megmutatálik, akkor az egész egyszer mindegyikre jó. Tehát van egy módosító javaslat erre a kettőre. Na, akkor... Adtam. Jó, megvan, köszönöm szépen. Adtam. Jó, ez jegyző úr a törvényőre. Akkor van itt ugye mindenkinél meg a 13-as, 14-es pont. Ezt kivennénk belőle. Erre kell egy módosítás, ugye? Nem, erre van egy, tehát a következő a lapállás, tehát az egészre egybe kell szavazni. Tiszta, tehát igen. A határozati javaslat a 15 pont. Én úgy értelmezem, hogy a 13-14-esre van egy módosító javaslat. Erre most itt. De most a módosítottban van? De most elhangzott, hogy a módosítottak, képviselő úrót nem támogatja,
vagy más javaslata volt a 13-10, hogy erről ugyanúgy, ahogy a rendeletnél külön szavaztok, és amikor ezt a szavazást elfogadjátok, vagy elutasítjátok, az szerint az egész határozatról teljes egészében egyszerre kell dönteni. Elég világos voltam? Nekem világos. Nekem van egy technikai észrevétel. Igen. Illetve nem is annyira technikai, hanem inkább a betű formát illetően. Még egyszer szeretném, akkor szótagolva fogom elmondani, azt hangsúlyozni, hogy ez a javaslat, független attól, hogy külön szavazzuk, vagy egybe, a két érintett pont. Ez nem arról szól, és már úgy látom, hogy oda lesz kiforgatva, hogy a képviselőtestület most eladja, vagy nem adja el a buszt, meg a konyhát privatizálja, vagy sem, mert ez, hogyha valaki majd olvas ezt a jegyzőkönyvet, vagy ezt a vitát, kívülről nézve, érezheti azt, hogy itt egy súlyos és végérvényes döntés születik. Nem. Attól még, hogy ahogy elnök úr mondta, meghirdetnek egy buszt eladásra, attól még nem adták el, hanem megnézik, hogy van-e egyáltalán érdeklődő rá. Mint ahogy az elmúlt kettő esztendőben nem volt érdeklődő, vagy minimális legalábbis volt, de nagyon kevés a busznak az igénybevételére. Azért jutott el ide a képviselős testület, illetve a pénzügyi bizottság, hogy akkor ennek tükrében mérlegeljen, nem ad el. Nem ad el semmit, majd ha oda kerül, akkor majd szavaz arra, hogy elad, vagy nem ad el. Még egyszer mondom, köszönöm, ne büntessük szépen. Fel így. Jó. Köszönöm szépen. De itt le, igaz a jegyző úrnak, a konyha változás madásának előkészítését a március havi ülésen elő kell terjeszteni. Ez a 13-as. A 14-es az autóbusz eladására meg kell tenni a szükséges lépéseket, felmérés, hirdetés. És akkor erre most... Erre van volt egy javaslat, ez erről szavaztok, hogy elfogadjátok-e vagy sem. Így van. Nyilván én mindegy, ha elfogadjátok, akkor ugye kikerül belőle, ha nem fogadjátok akkor el, akkor benne marad, és utána az egészről még egyszer kell szavazni. Így van. Nekem elhívottam most mit akart. A pénzügyi bizottság által beadott módosított tat. Szeretném módosítani így van. Arra, hogy a 13-as és 14-es kerüljön ki. Ez a javaslat. Jó. Na, ezt föltehetett ki. Ezt tedd fel a javaslatra. Jó, akkor aki ezt egyetért, hogy a 13-as, 14-es napi pontra kivesszük. Menj napi rendi pontra. És hát a javaslatot, a határozatot, a módosított határozat. Igen. Pontja, igen. Igen. Az aki kikerüljön, az szavazzon. 1-2. 2 igen, aki nem, 1-2-3-4, 4 nem, köszönöm szépen, akkor most egyből szavazunk az egész, akkor aki a határozati javaslatot elfogadja, összességében szavazzon, 1-2-3-4-5, ja, 4-en vannak, 4 és 1-2 nem. Na. Igen. Jó. Kicsit, de jó van, így korrekt. Azért. Köszönöm szépen. 4-2 arány, igen. Így van. Azért ez rögzít. Azt mondja, hogy igen. 4 igen, 2 nem. Kettes napirendi pont, polgármester szabadságolás ütemterve, annak elfogadása, a pénzügyi és felszemélet bizottság tárgyalta. Elnök úr, a szó. Igen, köszönöm szépen. Itt végül is 2014-ről van 4 nap áthozott szabadság, illetve 2015 évben 39 nap. Ebből 32 nap van beütemezve, és előre nem látható eseményekre 7 munkanap van. Hagyva ezt a bizottság 9 egyöntetű igen szavazattal elfogadása javasolja a polgármester szabadságolási ütemtervét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés hozzá a pirant ponthoz. Vélemény? Nincs. Aki a pénzügyi bizottság javaslat egyetértnek, tessék. Nem, én már szavaztam. Jó. Jó. 1-2-3-4-5-5. Igen, egy tartózkodik. Én tartózkodom, igen. Köszönöm szépen. De miért? Hát mert azért. Jó, mindegy. Köszönöm a bizalmat. Igen. Harmadik, 15 évi startmunkaprogram pályázat benyújtásának lehetősége. Ezt első sorban a Szociális Bizottság Jávorka képviselőtársamnak adnám a szót, mind a két bizottság tárgyalt, aztán majd a közvetlenül a pénzügyi bizottság. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim, a Szociális Bizottság keddi napon tárgyalta meg ezt a két, illetve ezt a napirendi pontot. Jelen volt 5 fő, tehát teljes mértékben határozat képes volt a Szociális Bizottság a napirend tárgyalásán. A két programból a belvízervezetési programot azt nem javasolja a Szociális Bizottság a
képviselőtestületnek elfogadásra az illegális hulladék lerakóhelyek felszámlására levő munkaprogramot, azt egyhangulag 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tessék, pénzügyi elnök úr. Igen, hát amit röviden tudni kell, ugye, ahogy már említettem az előző napi rendekben, hogy a szociális ellátásoknak az állami támogatása idén jelentősen megváltozik. Központi támogatásként ehhez a feladathoz nem kapunk állami támogatást, így a városi szociális háló megerősítésének a lehetőségét elsősorban a közmunkaprogramban lehet megvalósítani, amelynek az előnyei, hogy magasabb juttatást kapnak, mint az átmeneti segélyösszege, munkaszerződés alapján a havi jövedelem kiszámítható, illetve hasznosnak érezhetik magukat a városban a társadalom számára. Az önkormányzat oldaláról, ami előnye a közmunkaprogramnak, hogy továbbra is jelentős mértékben államilag támogatott, aki nem hajlandó dolgozni ebben a programban, bocsánat, az együttműködés hiánya miatt az ellátása megszüntethető. És hát nem utolsó sorban közreműködésükkel javulhat a városkép. A előterjesztéshez megkaptuk a Nógrád megyei kormányhivatal munkaügyi központja által kiadott tájékoztatót, és tulajdonképpen két olyan elem van, amit az előterjesztés is kiemel. Az egyik a belvíz elvezetési program, a másik az illegális hulladék lerakó helyeknek a felszámolása. A programnak az időtartama 10 hónap, és a pályázat benyújtásának a határideje az a mai nap, tehát 2015. január 23-a. A bizottság ülésen ezzel kapcsolatosan elhangzott kérdésként, hogy emellett a program mellett várható-e, hogy egyéb közmunka program is lesz ebben az évben. Erre jelen pillanatban választ nem tudtak adni. Végül is lehetséges, hogy igen, de jelen pillanatban ez a program van előttünk. A másik kérdés elhangzott, hogy a vízelvezetéseket a anyag szerint ugye vízgazdálkodó szervezetekkel együttműködve kell végezni. Kérdés hangzott el, hogy felmerülhet-e ezzel kapcsolatosan tervezői vagy szervezői költség, és ha igen, az ki fogja állni. Válaszként elhangzott, hogy egyedi elbírálás alapján lehet egyéb pénzeket is igénybe venni. Ezeket nem tartalmaz ugye a kiírás, a kérelmet kell benyújtani, és a belügyminisztérium bírálja el ezeket a külön egyedi kérelmeket. A másik hozzászóló kifejtette, hogy a pályázatot mindenképpen be kell nyújtani, még akkor is, hogyha minimális költséget is jelenthet. Viszont csak arról lehet dönteni, mi most ebben az anyagban benne van. Ebből azt tűnik ki, hogy dolgozónként 110 ezer forintot kapunk ugye az államtól. Ebből kell a béreket, járulékokat, meg a dologi kiadásokat is fedezni. Más költség lehetőségről ebben a programban nincs szó, így viszont ennyi foglalkoztatotthoz megfelelő adminisztráció is szükséges. A másik hozzászólásban elhangzott, hogy a belvíz elvezetéssel kapcsolatban vannak aggályok, és inkább a illegális hulladékgyűjtést támogatja a hozzászóló, abban mindenképpen részt kellene venni. De ezt figyelembe kell venni itt is, hogy megfelelő lerakó helyre van szükség, és annak is lesz költsége. Szállításért, lerakásért, kezelésért fizetni kell, viszont ahhoz, hogy közmunkásokat tudjunk foglalkoztatni, mindenképpen részt kellene venni a programban. Másik hozzászólásban elhangzott, hogy egy nem szakember nem fogja tudni a árkokat kikövezni, stb. Tehát az a, ami itt le van írva az anyagban egy esetleges lehetőségként, hogy árkoknak a rendbehozása, kikövezése az valószínűleg ebben a programban nem. Mert esetleg, ahogy a jegyző úr megemlítette, az árkoknak a tisztántartását, vagy patakmeder tisztántartását lehet, és abban érdemes is részt venni. A szakmunkát közmunkásokkal elvégeztetni nem lehet, volt egy másik hozzászólás, viszont árkot mélyíteni, tisztítani esetleg lehet. Ezért a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság azt javasolja a testületnek, hogy mind a két programban vegyünk részt.
az illegális hulladékprogramban 15 fővel, ezt 9 igen szavazattal támogatta a bizottság. A vízelvezetési programban pedig 5 fő alkalmazásával, ez szintén 9 igen szavazattal támogatta a bizottság, illetve mivel a mai nappal járt le a beadási határidő pályázatnak, ezért a bizottság azt kérte, hogy hatalmazzuk fel a testet, vagy a vezetőket arra, hogy ezt a pályázatot a mai nap folyamán beadják, bízva abba, hogy természetesen a testület is támogatni fogja ezt a kezdeményezést, és ennek megfelelően tehát született egy módosított határozati javaslat, amelyben a illegális hulladékra lakó helyek felszámolásánál ott van 13 közmunkás, egy brigádvezető és egy fő adminisztrátor, a belvíz elvezetési programelemre 4 fő közmunkás és egy fő brigádvezető, ugye március 1-től december 31-ig 10 hónapra történik a pályázatnak a bevonulítása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Másnak kérdés? Hozzászólás? Nincs? Én csak annyit szeretnék, hogy megköszönöm a bizottságnak a hozzáállását. Valóban egy olyan beruházás lehetőség, ami én úgy érzem, hogy nem fog a városnak pénzébe kerülni. Ugyanis, mint akkor sem elmondtam, én részt vettem ezen a munkaügyi hivatalnak a előadásán, és ilyen egyedi pályázatos dologot kell majd folytatni benne, amire elég nagy összegeket fognak téríteni. Ugye nyilvánvaló, mint ahogy elnök úr is elmondta, hogy itt a gépkocsik elszállítás, azt mondom, hogy több száz köbméter szemétnek az elszállítása, ez mind nagyon nagy pénzek, ezeket mind szépen külön lehet igényelni a belügyminisztériumtól. Az meg nagy dolog, hogy 20 embernek erre egy évre kenyeret fog adni, de én azt szeretném, hogy ezután ilyen önfeltartó, mert az árkokat ugye egész életben mindig kell folyamatosan karbantartani, építeni, és saját magán fönntartsa, mert valahol úgy kell ezt kialakítani, hogy mihez megszűnik a finanszírozás a belügyminisztériumtól, akkor ez érdemes legyen a önkártnak is tovább folytatni, úgy alakuljon ki, hogy ezzel a rendszerrel karba tudjuk tartani a vízzelfolyásunkat, vagy a szemétszállításunkat és a illegális szemét hulladékot, mert körbenézve a környezetünkbe katasztrofális helyzetek vannak. Ezt úgyis meg kéne utóbb oldani. Ugye én gondoltam itt a különösen erre, ha sikerül ezt a 33 hektárs terület megszerezni, ennek a rekonstrukciót, ezt belefoglaltam az egészbe. Pont ma kértek erről egy állásfoglalást, hogy mire szeretnénk majd későbbiekben hasznosítani azt a területet, amit mentesítünk a illegális hulladéktól, és ugye a válaszunk benne az volt, hogy nagyon szeretnénk ezt a 33 vagy 34 hektárs területet olyan állapotba tenni, ami későbbre akár ipari telep, munkahelyteremtés, akár lakóövezeti alakítás, szóval több mindent beleítunk, hogy lássák azt, hogy mi ebből a Rétségváros fejlődését szeretnénk elteremteni. Köszönöm szépen! Akkor, aki a pénzügybizottság javaslatával egyetért a határozattal, az kész felnyújtása 1, 2, 3, 4, 5, 6 igen szavazattal. Köszönöm szépen! És akkor a következő napirendi pontunk a közvilágítás korszerűsítés lehetősége. Ezt az anyagot azóta, nem tudom, újabb anyag is jött hozzá, ezt megkapta mindenki. Szeretném kérni a pénzügybizottságot, hogy véleményét ossza meg velünk. Igen, köszönöm. A Global Green Energy Kft. Közeműködését ajánlotta egy közvilágítás korszerűsítési pályázat előkészítésében. A várhatóan ugye kiírásra kerül majd egy ilyen pályázat, amelynek a támogatási intenzitása ma még nem tudott, várhatóan 85%-os lehet. A vállalkozás bejárást tartott városunkban felmérte a lámpák számát, és az előkészítés költségeire adott egy árajánlatot, amelyik áfásan együtt 334.328 forint.
A bizottság ülésen a következők hangzottak el ezzel kapcsolatosan. Hát egyrészt ez a pályázat még nincsen kiírva, tehát nem tudni, még nem tudni, hogy lesz-e, és ha igen, akkor mikor ilyen pályázat. A következő hozzászólásban az hangzott el, hogy a ajánlatból nem derül ki, hogy az ajánlati tételek közül mind szükséges-e, például majd a pályázat megvalósításához, ha lesz ilyen pályázat. Elvileg támogatható, de csak a pályázati felhívás megjelenése után legyen benne döntés. Tehát ez volt a hozzászóló véleménye. Következő hozzászóló szintén azt fejtette ki, hogy ebben a kérdésben csak akkor döntsünk, ha már ismerjük a pályázati feltételeket. Következő polgármester úr is ott volt az ülésen, ő elmondta, hogy nem tudni még, hogy mi alakul ki, milyen támogatással és hogyan lehet pályázni. Lényeg, hogy ne maradjunk le, ha ezt valóban meg akarjuk valósítani. A következő hozzászólás az volt, hogy ha a pályázatot kiírják, akkor valószínűleg több cég is jelentkezhet majd az előkészítő munkákra, illetve a pályázatban való segítésre, és akkor lehet kiválasztani a legelőnyösebbet. Előre nem tudunk határozatot hozni arra, amit nem ismerünk, ez volt a lényege a hozzászólásnak. Egy a lényeg, hogy a jelenlegi minőség a közvilágításban nem rosszabbodhat, hiszen körülbelül 10 év körül van, ugye volt az időszak, amikor korszerűsítve lett rétságon a közvilágítás, tehát ez a jelenlegi állapot nem rosszabbodhat. Másik hozzászólásban elhangzott, hogy keopos pályázat valószínűleg lesz. A pályázat kiírásánál a határidőt most még nem lehet tudni, de általában ez is 1-2 hónap szokott lenni, tehát bőven van idő arra, hogy a megfelelő előkészítést, ha a pályázat egyáltalán kiírásra kerül, megtegyük. Elhangzott még a hozzászólásban, hogy hát ez egy szokás a cégektől, hogyha ilyen pályázat láthatáron van, akkor megkeresik a városvezetőket. Korábban is volt rá példa, hogy nem ajánlkozó nagy cég nyert. Gyakorlatilag itt a végül is a pályázattal kapcsolatosan, illetve ezzel az ajánlattal kapcsolatosan az volt a bizottság egyöntetű 8 igennel megszavazott véleménye, azért 8 igen, mert menet közben Katona doktor úrnak el kellett távozni az ülésről, tehát akkor már csak 8-an voltunk jelen. Tehát 8 egyöntetű szavazattal a kiadott határozati javaslat elfogadását támogatja a bizottság, amely egyetért azzal, hogy a közvilágítás költségének csökkentése érdekében a közvilágítás korszerűsítése pályázat igénybevételével kerüljön sor. A pályázaton való részvételről, az ahhoz szükséges előkészítő munkák megrendeléséről, az erre vonatkozó pályázat kiírásakor a pályázati feltételek ismeretében később dönt. Tehát itt gyakorlatilag a bizottságnak ez a javaslata. Természetesen azzal, hogyha korszerűbb közvilágítás van, és ez megfelelő áron, stb., akkor nyilván mindenki támogatja ezt a dolgot, de ma még tulajdonképpen ebben a kérdésben, sötétben tapogatózunk, hogy stílszerű legyek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés? Hozzászólás? Akkor, ha nincs hozzászólás, én meg szeretném kérni a megjött a Kft.-nek a vezérkara, és hogy egy kicsit bővebben informált, lehet, hogy én valamit hiányosan mondtam, vagy hiányosan informáltam titeket, hogy feléjük lehet föltenni kérdést, és ezt szeretném megkérni, hogy ezt megengeditek-e, hogy hozzászóljanak. És amit kérdeztek, kérdésetekre válaszoljanak. Függetlenül attól, hogy mit fogunk dönteni, csak hogy tiszta kép legyen, ne kelljen őket mozgatni máskor előttünk az elkövetkező időszakra. Hát azóta már több információval tudnak minket gazdagítani. Tessék, akkor... De szavazzatok, hát hozzájárultok. Hozzájárultok, hogy elmondják. Jó, köszönöm szépen. Dávid, oda mellét, ugye van ott egy mikrofon.
Akkor hadd kérjen meg magukat valaki ott. Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönjük, hogy szót kapunk itt az Önök testületi ülésén. Nyilván egy kis tájékoztató anyagot e-mailben már adtunk a polgármester úrral, egyszer már egyeztettünk, kerestük Önökkel a kapcsolatot. Gyakorlatilag annyi kell tudni rólunk, ami nagyon fontos, és próbálunk tényleg rövid idő alatt a legtöbb információt elmondani, hogy ennek tükrében valamelyest talán megismernek minket. Hogy mi gyakorlatilag már 2009-ben, akkor még Európában is elsőként részt vettünk Magyarországon egy település teljes ledes közvilágításának létrehozásában, ez pedig a Baranya megyei Vémén települése volt. Ez akkor tényleg szenzációszámban ment, hogy egy teljes település ezzel a technológiával lett már megoldva. A projektigazgatónk, a Szabó Gyula úr ebben a projektben már részt vett, és utána mi a következő években rengeteg előkészítő munkával, több száz településsel vettük fel a kapcsolatot, és gyakorlatilag annak az uniós irányelvnek, vagy annak az uniós irányelvvel összhangban, hogy a közvilágításon is lehetne spórolni annak fejlesztésével, illetve azzal, hogy a most meglévő világító berendezések döntő többsége a veszélyes hulladék kategóriában lassacskán a piacról eltűnik, így a nátriumos lámpák, úgy a higanygőzösök szép lassan már elérhetetlenek lesznek a piacon, és azok az információk, hogy gyakorlatilag az egész világ a következő 30 évben biztosan, hogy a LED-nek a széleskörű elterjedésével kell, hogy számoljon a közvilágítás területén is. Nekifogtunk egy olyan előkészítő munkának, hogy tényleg több száz településen jártunk, és menet közben már 2012-ben még egy településsel talán még mindig akkor is mondhatni, hogy elsőként az országban végeztünk el ilyen korszerűsítést, ez pedig Himesháza kis települése szintén Baranya megyében, és ezekkel a munkákkal, vagy ezzel az előkészülettel eljutottunk egészen odáig, hogy az első nagyobb ebben a témában kiírt KEOP pályázat, ami a 2012-550-as pályázat volt. Mi indultunk, ez 13 év elején nyílt meg, februárjában, és mondjuk a pályázattal kapcsolatban itt az elhangzottakhoz csak annyit fűznénk hozzá mindenképpen, hogy ez a pályázat éjfélkor, illetve 0 óra 1 perckor megnyílt az adott napon, és már azon a napon, amikor megnyitották, 11 órakor felfüggesztésre és később bezárásra került. Tehát erre igazándiból túl sok idő nem volt, csak azok a pályázatok juthattak egyáltalán be, és lettek eredményesek végül, amelyek teljesen előkészítve és minden nemű pontszámnak megfelelően lettek beadva erre a pályázatra. A mi kis csapatunk egyébként egy kis családbaráti vállalkozás ezen a területen. Ez nem azt jelenti, hogy ne vennénk fel a versenyt a nagyokkal, akik még ezen a piacon egyáltalán ilyen ajánlottokkal előrukkolhatnak. Minden kapcsolódásunk természetesen a pályázatírástól kezdve a műszaki auditig, a teljes kivitelezésig minden megvan. Tehát, hogyha a projektcsapatunk megbízást kap egy településtől, akkor a teljes projektet A-tól Z-ig végigvezeti, és aztán azt követően is természetesen nyomon követi a településen a világításnak az alakulását. És nagyon fontos tényleg az az információ, hogy abban a pályázatban is mi bizonyos településekkel lecsúsztunk, annak okán, hogy nem voltunk még teljesen kész erre a pályázatra. 8 településünk így is Tolnában, Baranyában és Somogy megyében bejutott. Ezek el is készültek, ezek világítanak. És akkor itt még egy nagyon fontos dolog van, hogy a egész piacon tekintve a leginkább magyar világító berendezésekkel mi vagyunk a piacon. Ez azt jelenti, hogy egy közel 130 éves nagymúltú gyár, ez a Hofeka, annak a termékeivel dolgozunk. Itt gyakorlatilag, ami nagyon fontos, hogy egy nagyon biztos, talán, vagy nem is talán, hanem ezen a piacon a legbiztosabb háttérrel
rendelkezünk ennek okán, mivel a gyár itt van, tényleg már 130 éve foglalkozik a világítás technikával, és gyakorlatilag mondjuk a művészetek palotájának a teljes díszvilágítása kívül belül is az ő eredményük. Gyakorlatilag itt egy 5 éves teljes körű garanciát is tudunk vállalni az összes lámpára, teljes gyártói garanciát, és mondjuk ennek okán, és annak okán, hogy ez magyar munkából és Magyarországon készült termékekről lévén szó, egy nagyon stabil hátteret ad, tehát itt a garanciákkal tekintve, hogy a gyár nem tűnik el, mint ahhoz, hogy azt halljuk esetleg más forrásból származó ilyen típusú berendezéseknél, tehát nem kell ettől sem tartanunk, hanem itt egy nagyon komoly háttér van. Ennek a gyárnak egyébként 2009-ben egy olyan lépés előnye is jutott, hogy az akkori uniós pályázatból közel 500 000 forintot nyert el fejlesztésre, és ez a fejlesztés egy olyan labor létrehozását tette lehetővé, ez a pénzforrással, hogy egyedülállóan egy öregbítési és speciális fénylaborral rendelkezik már a gyár. Kifejezetten a gyárral közösen dolgoztunk azon, hogy a teljes Magyarországon meglévő világító berendezéseknek megfelelő és a világító berendezések kiváltására megfelelő ledes lámpacsaládokat hozzunk létre. Az összes lámpacsalád rendelkezik a magyar termék nagydíjakkal, külön nagydíjakkal és a TÜV-Rheinlandnak a külön minősítéseivel. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon nincs olyan rendszer, ahová ezeket a lámpákat ne lehetne felszerelni, sőt az Európai Unióban sem. Természetesen minden műszaki elvárásnak megfelelnek ezek a lámpák, és mindamellett az egész ugye arról szól, hogy gyakorlatilag a meglévő világításhoz képest azért jó 55-65%-os megtakarítást lehet elérni ezeknek a rendszereknek a beüzemelésével. Ami tényleg sarkalatos dolog ebben az egészben, hogy önöktől is teljesen joggal hallottuk, hogy a pályázatra való felkészülés. A pályázatra való felkészülésnél tényleg az az egyik, hát a mi tapasztalatunk, ugye két ilyen irányú pályázat nyílt eddig, ez az első, amit említettem, aztán tavaly össze volt egy szintén meghirdetett pályázat ebben a témában. Ott is sikerült egy-két településsel bejutnunk, de az az igazság, hogy nagyon rövid időt adnak ezekre a dolgokra. Viszont a projektcsapat, amennyiben szerződik velünk partnerként egy-egy település, és most több településen is ott vagyunk országszerte, hiszen referenciáink már az előzőből is vannak, még pályázaton kívüli megoldásokban is, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Tolna megyében, sőt most már itt Pest megyében is. Így gyakorlatilag úgy keresünk a partnereket, hogy természetesen, ha szerződünk, akkor a pályázatos céggel is mindenkivel minden szerződést leteszünk az asztalra, a testületeket a települések elé, úgyhogy az előkészítő munkákat még mi úgy látjuk, hogy nagyon idejében meg kell kezdeni, mert egyébként ebben a fél évben biztos, hogy várható ebben a témában pályázati kiírás. Köszönöm, és akkor még a projektigazgatónak is. Rászóltam magáról a településről, csak mert látom, hogy nincs idő, csak a számok aztán jó, megyünk. Ugye itt 437 darab lámpáról beszélünk a településen, 62%-os megtakarítást tudunk elérni, hogyha a mostani lámpákat lecseréljük a megfelelő ledes lámpákra. Természetesen a megtakarítás nem a fényerő rovására történik, általában egy 15-20%-kal erősebb fényt csinálunk a településen, mint ami volt, emellett a megtakarítás mellett. A 85%-os lesz a pályázat, mert ez szokott, 85%-os lesz. Akkor ezen a településen nettó 37 millió forintba kerül a beruházás. Ebből ugye a településnek 5,5 millió forint kell, hogy erő legyen a számlán. Igazolva a többit azt mind ugye az állami támogatás adja. A pályázatíró cégünk egy elég kormányközeli cég, ez csak nem azért mondom, csak azért, hogy azért a 100-ból 97-et most már 10 éve így lebontva azért nyernek, tehát majdnem minden pályázatot megnyernek, nagyon korrektül összeadnak mindent. Előre nem kérnek természetesen semmit, csak sikerdíjat dolgoznak. Az is ugye a projekt költségben, ami pályázatokban van, abba bele fér, tehát azt külön nem kell semmit fizetni nekik.
ez a 650 forint, amiről megbeszélünk, ez egy olyan kis közreműködési szerződésen alapul, ha tervezünk, ugye kijön a településre, egyesével felméri a települést, műszakiakkal, polgármester úrral, bárkivel, ha valahova plusz lámpa, erősebb lámpa kell, vagy azt mindent átbeszélnek, ezt megcsinálja a térképen, ugye digitalizálja, beadja itt az EMASZ-nak, ugye engedélyeztetésre, ugye az engedélyek megjönnek. Ez a 650 forint, ez erre kell. Meg egy partneri mégis valami, hogy mégis egymás partnerei legyünk. Általában azért szokott lenni, hogy olyan települések is, ahol egyetlen forint sincs. Van olyan is. Meg szoktunk velük is egyezni, de az az igazság, hogy ez a 650 forint arra is jó, hogyha mi kérünk egy papírt önöktől, akkor ne 2-3 hét múlva kapjuk vissza, hanem amikor már egy kicsit a településnek is van benne érdeke, akkor előbb megjönnek ezek a dolgok, amik elég sürgősek. Nem tudom még mit mondjak, ezek a számok, mondom, 5,5 millió forintba kerül egy komplett korszerű világítás, ha ez megvalósul, ez a pályázat. Igen, ja, és hát azért kell ugye az előkészítésnek megindulni, mert azért ez előzetes közbeszerzések kellenek. Akkor kellenek, ugye ez a múltkori pályázatban plusz 10 pont volt, nagyon sokat számít. Ugye kivitelezővel, pályázatíró cégekkel, mindenkivel egy előszerződés. Azok is, ezek mind plusz pontok, és hogyha ezek most csak egy ilyen közbeszt nézünk, azért az másfél-két hónap, mire megvan. Hogyha most azt mondják véletlen, márciusban kinyílik, akkor már is maradtunk. Szóval azért kell ezeket előre megcsinálni. Most már több mint 22 településről csináljuk ezt előre, aki tavaly előtti pályázat miatt, mert ott ugye 8-al sikerült nyerni, de 18-al indultunk. 10-ről ott is lemaradtak. Szóval arra szereztünk finanszírozást, megcsináltuk nekik önerő nélkül finanszírozásból, de hát persze jobb a pályázat, kéne lenne jobb, ha egyszer 15%-ba kerülünk. Ugye referenciáink vannak, több mint 30 települést csináltunk azóta, hogyha bármi van, a gyárlátogatásra szoktak jönni településekről, hogyha érdekes, bármit meg tudunk szervezni, vagy el szoktak menni egy településre kis busszal megnézni, hogy mégis hogy világít egyik este, bármivel tudunk segíteni. Valami kérdés? Kérdés, valami, valakinek van. Tessék. Mutatott az anyagban egy olyan mondat, hogy a jelenlegi adatok alapján a számításaink komoly eltérésekre utalnak, a lámpaszámok, a beépített teljesítmény és a fizetési kötelezettségek tekintetében. Igen. Ez alatt mit tetszett? Ez az volt, hogy a polgármester úrnak volt egy régi lámpaleltárja, de aztán mi az EMASZ-szal karöltve, ott van ugye az EMASZ-szal kapcsolatunk, és mire kértük a legfrissebbet, és most ezek a számok, amiket mondtam, ez már a frissített változott. Tehát a régi lámpaleltárban azt hiszem 30 valány lámpával kevesebb. Igen, ez a valóság, amit az EMASZ-nak ez kifizetünk. Ez a mostani leltár. Igen. Változon, van egy telep, melyik ezt tetszik így tudni? Hogy? Tehát az, hogy cég telephelyek, például Vácon van egy, ahol szeretném. Ja, ahol lámpákat csináltunk? Igen. Melyik az volt? Ilyen kis fűtőmű. Tolmér, meg egy ilyen kis fűtőmű, városi fűtőmű. Tolmér. Itt Pest megye, Pusztazámor van legközelebb, amit esetleg megnézhetnek, vagy Bélen jársz Nagykunkba. Jól értettem, akkor tehát van egy Global Green Energy Kft., egy kis cég, és akkor valami másik céggel együtt karöltve dolgozni? Minden egyes cég alvállalkozóként a kivitelező, tervező irodák, pályázatíró irodák így szerepelnek. Amikor finanszírozásból csináltuk a településeket, akkor még mi voltunk az alvállalkozók, egy nagy cégnek egy elmiből ketté vált az elmi, és abból lett egy nagy cég, akik fel tudtak venni uniós bankból egy 5 milliárd forintos ilyen finanszírozást, és az Erste Bankon keresztül kiadták, akkor mi vittük nekik ugyanígy a projekteket, ők finanszírozták, és akkor így csináltuk. Tehát ez egy kis cég, igen. Igen, mert itt a Nemzeti Cégtárban tegnap előtt nem néztem, az ennek a
NPA-t, amin azt szerepel, hogy a nettó árbevétel ugye 2013-ban csak 2.253.000 volt, illetve a magas kockázatú kapcsolt vállalkozások aránya 70%, közbeszerzést nem nyert, EU pályázatot nem nyert, egyéb pozitív információ nincs, negatív információ, lezárt negatív információ van, hatályos negatív információ nincs, adózott eredmény 2 millió, és a létszám összesen egy fő. Igen. Akkor ezek így megfelelnek? Ezek így megfelelnek. Jó, köszönöm szépen. 2012. októberében indult ez a cég, úgyhogy direkt eddig a piackutatás volt a lényeg. A 2014-ben, amik jöttek, ezek a pályázati nyereségek, meg nyeremények. Köszönöm szépen. Igen. Jó, van még valakinek kérdés? Nincs, akkor aki a kiosztott határozattal egyetért, akkor, ami ugye úgy szól, hogy a képviselőt egyetért azzal, hogy a közvégetés költségének csökkentése érdekében a közvégetés korszerűsítése pályázat igénybevételével kerüljön sor. A pályázaton való részvételről, az ahhoz szükséges előkészítő munkák megrendeléséről, az erre vonatkozó pályázati kiírásokat, a pályázati feltételek ismeretében később dönt. Van-e valakinek ettől eltérő javaslata? Nincs. Akkor aki ezzel a kiadott határ javaslata egyetért, akkor arról döntsünk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Hát igen, szavazattal. Ez azt jelenti, hogy vissza fogunk rá térni erre a dologra. Megköszönöm a részvételt. Azt kérem magukat, hogyha újabb információk vannak, akkor mindig tartsuk a kapcsolatot. Aztán majd a testület dönt a további dolgokról. Persze, jó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Na most jön a életem legnehezebb napirendje. Tulajdonosi hozzájárulás, fakivágás. Igen, és akkor azt mondja itt a... Azért mondom a legnehezebb, mert most hallgattunk itt egy fél órás beszélgetést, most engem meg fogtok, hoztatok vacsorát, gondolom. Egy órán keresztül hallgatni. Igen. Tartsunk szünetet? Elég sok... Ezt hoztunk. Csináljuk? Jó. Mindent megbeszéltünk, úgyhogy... Nem van egyszerű, Balázs. Senkit nem szeretnék se magamat, se titeket, senkit nem szeretnék kellemetlen helyzetbe hozni, senkit tényleg helyzettelen. Ezt meg kell beszélni, ez kemény. Ugyanis ugye most már látom, hogy nekem igen, nekem nem, ez nem egy egyszerű dolog. Azt mondja, hogy akkor olvasom a kiegészítést, de szerintem megkapták mindenki. Azt mondja, előterjesztés, kiegészítés a tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz című napirendhez. Tisztelt képviselőtestület! 20. pénzügyi és városüzemeltetési bizottság ülésén több kérdés, kérés hangzott el a napirend kapcsán. A bizottság ülésen több javaslat hangzott el. Kérjünk fel, egyébként sorolom sorba, kérjünk fel szakértőt, és a szakértő véleménye alapján döntsünk. Kérjük meg az ingatlan tulajdonosokat, hogy írják le ők a kérelmet, illetve adják hozzájárulásukat a fakivágáshoz. Nagyon pontos kimutatás szükséges, hogy melyik fákról van szó, utólag ne legyen benne vita. Térképvázolat, pontos elhelyezkedés, szöveges leírás, rajzos ábrázolás, és kell ehhez a dologhoz. Gyakorlatilag a fákat most úgy kell bemutatni, hogy az alapján a képviselő, a kormányhivatal által kijelölt jegyző és a szakértő is egyértelműsíteni tudja, hogy melyik fáról van szó. A javaslatban szerepelő fák helye körülírásra kerültek, a fák fajtájának megjelölése, ahol tudjuk, megtörtént. A térképvázlat a szöveges leírás elkészítésére tekintettel az igen rövid időre még nem került sor.
A fák helyszínének és fajtájának kiegészítése az alábbiak szerint megtörtént. Nyárfaút 2, 1 darab nyírfa. Nyárfaút 3, 1 darab fenyőfa. Takarékút 21, 2 darab fenyőfa. Rákóczi út 57-59 szám alatti ingatlanok előtt 4 darab fenyőfa. Nyárfaút 2 szám alatti ingatlan déli oldalán 1 darab fűszfa. Nyárfaút 3 számú házzal szemben az északi oldalon lévő 1 darab fenyőfa. Nyárfa utcában lévő a Takarékút 19-21 számú ingatlanok közti átjárónál található 1 darab fűszfa. Iskola előtti játszótéren a régi és az új játszótér között részen lévő 3 darab akácfa. Az Ady Endre utca és a Széchenyi utcák között lévő park környékén 6 darab elszáradt fa. Köztemetőben 7 darab öreg félig elszáradt akácfa. Orgona közben 2. Ja igen, Orgona köz 2-be 3 darab fenyőfa. Orgona köz 3-ba 3 darab fenyőfa. Orgona köz és a Mixát út sarkán lévő a vezetékbe benyúló 1 darab fenyő és 1 darab topolyfa. Rákóczi út 47-49 szám alatti ingatlanok előtt parkban szolgáltatóház mellett a 2011-ben ketté hasadt fűszfa kivágását kérték, 2 darab fenyőfa kivágása, valamint a közlekedési lámpánál lévő 2 darab fa kivágásából 1 darab fa erősen satnya. A fakivágási kérelmeket függetlenül attól, hogy magánszemély kéri, vagy a bejárás alkalmával városgondnok úrral mi írtuk össze, célszerű együtt kezelni. A templomkertben tisztáztuk, hogy ne fakivágást kérünk, hanem lombformázó meccést. Egyeztettünk, hogy a fölöslegessé vált villanyoszlopokat ki kellene vetetni, itt előttünk vannak. Lehetne parkolót oda is tenni más formában, nem így keresztbe ráállni a kerítés, hanem párhuzamosan a kerítés mellé, ami nem zavarná az utat. Módosító javaslatom a korábban ott megjelölt 3 darab fát már nem tartalmazza. Azt mondja, feladatul kapott a szakértő kérdését, körbejártuk, két lehetőség van. Első, azt mondja, az önkormányzat felkér egy szakértőt, a testület a szakértő véleménye alapján dönt. A szakértői véleményt megküldjük a majd eljáró, a kormányhivatal által kijelölt jegyzőnek. A kormányhivatal által kijelölt jegyző dönt arról, hogy elfogadja-e a mi szakértőnk véleményét. Ebben az esetben az általunk felkért szakértő nem tekinthető függetlennek, vagy újabb független szakértő kér véleményt. A kettes pont, az önkormányzat jelen előterjesztés alapján megadja a tulajdonosi hozzájárulást a fakivágáshoz. Az ügyintézés megindul a kijelölés megkérésével, tekintettel a nagyszámú kérelemre a kormányhivatal által kijelölt jegyző szinte 100% hogy szakértőt fog igénybe venni a döntés meghozatala előtt. És akkor van egy újabb változat, ennek a előnye, a képviselőtestület szakértő véleménye alapján megalapozottan a tulajdonosi hozzájárulást, hátránya, előfordulhat, hogy két szakértői díjat kell kifizetnünk. Jelenleg az eljárás lelassul, de a vélemény elfogadás esetén a kormányhivatal által kijelölt jegyzőnél ez a most látszólagosan elvesztett idő megtérül. A kettes változat előnye, egyszer kell csak szakértői díjat fizetnünk, hátránya, előfordulhat, hogy olyan fára is megadjuk a tulajdonosi hozzájárulást a kivágáshoz, amelyet szakértő nem fog támogatni. Ebben az esetben a most meghozott határozatunkat módosítani szükséges. Szakértői véleményt erdésztől kérhetünk. Walter Károly nagyoroszi lakos több alkalommal szakértett a környéken. Korrekt áron, korrekt módon dolgozik. Bernát István erdész, balassagyarmati lakos szintén vállalná a feladat elvégzését. Erről majd dönt a bizottság, vagy testület, hogy kit nevezzünk ki. Módosított javaslatom az alábbi. Továbbra is elsődleges szempont, hogy különösebb idővesztesség nélkül valósulhassanak meg a veszélyes fák kivágása. Lakóközösségek megszólítása a fakivágások tárgyában, kérelmek mielőbb bekérése, javaslom, kérjünk
szakértői véleményt a kérelmek alapján összeállított listában szereplő fák esetében. A szakértő felkérésével párhuzamosan elkészül a pontos helyszínrajz, a veszélyes szöveg és bemutatása. A szakértő véleménye alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadása, ezzel párhuzamosan az eljáró jegyző kijelölésének megkérése. Gyakorlatilag eddig a pontig tudunk mi előkészíteni munkát végezni. És akkor módosított? A módosított határt a javaslat a következő. Récsák város önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a tervezett fakivágásokkal kapcsolatos előterjesztést. A képviselőtestület az előterjesztett javaslatok esetében a későbbi konfliktusok elkerülése érdekében fontosnak tartja a lakók, a lakóközösségek véleményének kikérését, továbbá szakértőtől szakértői vélemény megkérését. És akkor van ugye a képviselőtestület szakértőként, kit szeretne megnevezni, például a fakiák szakleményezése véleményezésére, tulajdonos hozzájárulás megadására a képviselőtestület a szakértő véleménye alapján dönt. Van-e valakinek valami más, vagy tessék? Nem egyszerű eset, ezt elég sokat szenvedett a Rita is vele. Gam nevében ez egy nagyon közös bölcs döntésnek, hogy legyen ebből, ne legyen háború a városba. Jó. Akkor hagyjuk úgy, hogy bármelyik lehet. Nem lehet most. Igen. Van igen. Mert jó lenne, hogyha nem fulladnánk bele olyan nevek ismertetésébe. Persze, nem, nem ismerik. Így van. Én javasolnám, igen? Megadva a kijelölt jegyzőnek a mozgásterét, hogy egy körzeten kívüli szakembert kérjünk fel. Egyébként az egyes leginkább erre utal, és illetve összekapcsolva az egyes variációval, ami magába hordozza a picikét drágább lehetőséget, amit még előre nem tudunk, viszont biztonságos. És akkor a körzeten kívülül, ha ez majd a körzeten, illetve a kijelölt jegyzőnek nem tetszik, akkor még mindig megkérhet egy körzeten belüli szakembert, és akkor kiegészíti. És akkor azt is kifizetjük neki. Egyébként itt súlyos pillanatok, 100 000-ekről van amúgy is. Jó. Akkor végül is ez a módosított. És akkor Bernát István úr körzeten kívül, itt kérjük föl, amennyiben nem lesz jó, akkor a kijelölt jegyző megkéri a körzeten belüli szakembert, és bocsó. Bernát István, jó. Egyet, mondjuk Kacsit ismerem. De én ismerem, Bernát, még azt is. Nekem mindegy, nekem. Az. Nem kell ezzel most foglalkozni, persze. Így van. Jó, aki ezzel a határozati javaslat egyetért, akkor kérem készüljünk. Közben pillanat, bocsánat, közben változott a létszám. 7 főre. Jó, az fontos. Nem tudom, mikor Dávid megjött, akkor módosítottam, mert ugye illik módosítani. De mikor Dávid megjött, mert ugye elkezdtünk, 5-en voltunk, és utána jöttünk 6-an, mert... Jó, rendben, jó. Lehetünk, jó. Bernát István, hol is van? Bernát István. Bernát István, Erdész, Balassagyarmat lakos, igen. Jó, akkor aki a határozati javaslat egyetért, 7 igen szavazattal. Köszönöm szépen. Pillanat, szavazó, 7 igen. Nem. Jó. Récsák város polgármesteri hivatalában lévő felvonó karbantartása, ellenőrzése és vizsgálata. Következő pillanat pontunk, pénzügyi versenyőbizottság tárgyalta. Megadom a szót elnök úrnak. Köszönöm szépen. Récsák város önkormányzat ugye 2008-2009 évben pályázati támogatása megvalósította a hivatal akadálymentesítését.
A pályázattal egy 5 éves fenntartást vállalt az önkormányzat. A pályázat keretén belül az épületbe beépítésre került egy darab gépi hajtású berendezés, a ThyssenKrupp Lift Kft. Emelő berendezése. A akkori jogszabályok alapján ez a gépi hajtású berendezés, hát annak a telepítésekor még nem minősült felvonulnak. Az új rendelkezések és az új jogszabályok értelmében viszont ma már felvonulnak minősül. Ennek megfelelően a ide vonatkozó kormányrendelet szerint a emelőlapként telepített berendezés jelenleg hatályos jogszabályok alapján felvonulnak minősül, hogy a kormányrendelet előírásait az üzemeltetés során be kell tartani. Kormányrendelet értelmében az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell a berendezésnek a rendeltetésre és biztonságos használatra való alkalmasságát. Az üzemeltető minden év, naptári év március 31-ig köteles a műszaki biztonság technikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyilvántartott szervezetet megbízni. Föl vannak sorolva, hogy mik az üzemeltető kötelezettségei, meglehetősen sok. A felvonó telepítő ThyssenKrupp Lift Kft. Adott egy árajánlatot, amelyben tulajdonképpen két változat szerepel, egy olcsóbb, illetve egy drágább, viszont nyilván az olcsó változat ugye kevesebb szolgáltatással jár. A második változat az tartalmazza már az üzemeltetést, a karbantartást, az átvizsgálást, ezen felül az éves fővizsgálatot, kétszeri karbantartás ellenőrvizsgálatának megszervezését, lebonyolításának a felmerülő költségeit, szakértői vizsgálatdíját, valamint a vizsgálat idejére külön felszámítás nélkül szakszemélyzetet is biztosít. Ennek az éves díja 198 ezer forint plusz áfa. Itt a bizottsági vitában a következők hangzottak el ezzel a napirendi kapcsolatban. A liftet ugye nyilván valakinek kezelni kell, és hát a kormány rendelet értelmében ezt a biztonságos felülvizsgálatot minden évben el kell végeztetni folyamatosan, tehát nem kérdés, hogy ezt meg kell lépni. Vita sem volt azon, hogy tulajdonképpen a önkormányzat avval járna jobban, hogyha teljes mértékben üzemeltetést is a telepítő cég venné át. Ilyen értelemben a B változatot javasolja a bizottság, mert ez elég sok terhet levesz a önkormányzat válláról. Ugyanakkor, mivel ez a felvonó egyúttal a járási hivatalnak az akadálymentesítését is szolgálja, ezért az a kérés hangzott el a hivatallal kapcsolatosan, hogy a két hivatal, tehát önkormányzati polgármesteri hivatal és a járási hivatal közötti megállapodást, módosítását kellene kezdeményezni, és a felvonó üzemeltetési költségeibe arányosan a járási hivatal is részt kellene, hogy vegyem, hiszen akkor ők is tudnák használni ezt a liftet. Nekik vannak az emeleten olyan irodák, amiben ugye gyámhivatal, stb. Több olyan illető ismert, akinek szüksége van a felvonóra. Elhangzott még az, hogy napi szinten is valakinek kezelni kellene, ugye ha jön olyan személy, aki erre a felvonó használatára szorul. Ezzel kapcsolatosan elhangzott az, hogy ugye itt rendszeresen a munkaidőben itt tartózkodik a biztonsági őr a előtérben, tehát ő nála lenne a liftnek a kulcsa, és ő tudná, ha olyan valaki ügyfél érkezik, aki a járáshivatalba, vagy a polgármesteri hivatal emeletére föl szeretne jutni, és arra rászorul, akkor ő tudná kezelni a liftet. Ez a cég ugye vállalta azt is, hogy ezt a illetőt kiképzi az üzemeltetés, ami hát nyilván nem egy olyan nagy ügy. Vita még csak arról volt, hogy ha az ügyfelet fölviszi, akkor hogyan hozza vissza, ebben kapcsolatosan egy kis jelzőcsengő beépítésével ez a kérdés is rendezhető, és akkor tulajdonképpen, amikor végzett, az ügyfél jelzi, és akkor a biztonsági fölvegyésre hozza az illetőt. Tehát végül is a kiosztott határozati javaslatok közül a B változatnak az elfogadását javasolja a bizottság.
mégpedig 8 egyöntetű igen szavazattal. A módosított hatát javaslat kiosztásra került, és annak megfelelően javasolja elfogadni a testületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés? Hozzászólás? Nem tudom, én meg szeretnélek szólítani járás hivatal vezetőjét, hogy elhangzott, amit Szájbé doktor elmondott, hogy közösen kópa egy kis részt bevállalni a liftnek a működtetésébe. Annak szerintem nincs akadálya. Nem van hozzászólni való, de esetleg? Nem terveztem hozzászólást, de ha már megszólítom. Csak mondom, megkérdem, hogy... Tiszteletben köszöntöm polgármester. Gyere ide közül, ülj le. Képviselőtestületet. Köszönöm a pozitív hozzáállást ennek a közös ügynek a kezeléséhez is, hiszen valóban így van, ahogy a felvezetése került, hogy mindkét hivatal céljait rendeltetett szolgálni ez a berendezés, és hát ilyen konstrukcióban kormányhivatal nem zárkózik természetesen el, hogy a költségekhez arányosan hozzájárulnak, az pedig egyenesen adja magát, hogyha itt van a biztonsági őr, akkor nyilvánvalóan ezt a problémát életszerűen tudja kezelni. Én a döntésről mindenképpen tájékoztatni fogom a megyei kormányhivatal üzemeltetési osztályát, akivel előzetesen már konzultáltunk ilyen vonatkozásban, és hát én nagyon bízom, és remélem, hogy mielőtt ezen is túl leszünk, valamennyiünk, de legfőképpen az érintettek örömére, hiszen azért most sok esetben kézzel kell fölvinni a babakocsit, meg egyéb problémák vannak, akik mondjuk gyámhivatali gondjukkal keresik meg a kormányhivatal, a földhivatal magas ügyfél forgalmáról pedig nem is beszélve, hiszen ott is előfordulnak ilyen személyek. Én köszönöm szépen. Én is megköszönöm, ugye megerősítettél benne, ezt megbeszéltük délőtt, meg tegnap este is kiveséztük, csak mondom, hogy hallja a képviselőtestület, hogy valóban ez így fog működni a hosszú jó kapcsolatában. Akkor van még valakinek esetleg hozzá? Nincs? Akkor a előadott határt javaslattal, aki egyetért, készfelnyújtás. Hetes igen szavazat, ez itt kell. Köszönöm szépen. Akkor jön a következő, a bacsa. Nem? Jó, itt van, itt így az e-mail, jó. Igen, jó, látom, köszönöm. Rétságváros játszóterének időszakos felvizsgálata, kerítés és táblák ellenőrzése. Pénzügyi és Városi Bizottság tárgyalta, adom a szót elnök úrnak. Köszönöm szépen, ez már a múltkori testületülésen is napirenden szerepel. Akkor az volt a kérés, hogy a korábbi kezdődvényben, amikor a játszóeszközök telepítése kerültek, kerüljenek csatolásra, ez megtörtént. Ennek megfelelően tulajdonképpen a napirenden különösebb vita nem alakult ki. Csupán avval kapcsolatosan, hogy melyik cég lenne esetleg erre alkalmas. Közben jött egy másik ajánlat is, ugye az viszont jóval drágább, mint a és információk szerint még azóta is befutott egy újabb ajánlat, ami úgy tűnik, hogy még drágább, mint a másik. Tehát ami itt az eredeti határti javaslatban benne szerepelt, ez a Émitű Szit Kft., ennek az ajánlata tűnik a legjobbnak. Azon nincs vita természetesen, hogy a három darab játszótérre a játszótéri eszközök időszakos ellenőrzését meg kell rendelni, ez 4 évente kötelező. El kell végeztetni, ennek megfelelően a bizottság végül is a kiosztott határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestület számára. Természetesen a megállapodás, amit majd a vállalkozás benyújt, az visszakerül a testület elé jóváhagyásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés? Ugye? Hozzászólás? Akkor közben fölkérem a Ritát, hogy egy kiegészítőt még mondjon el ezzel kapcsolatban. Tisztelt képviselőtestület, nem sokkal az ülés előtt keresett meg egy hölgy, és ő is tett árajánlatot játszótér ellenőrzésre.
csatolta a megbízási szerződés tervezetet is, amelyből kiderül, hogy játszó tereket 15 000 forint plusz áfa per negyed év díjért ellenőriznének. Ha csak az ellenőrzés díját nézem, akkor 180 000 forint per év, illetve plusz áfa per év lenne a költsége, de egyéb költségeket is felszámolna a vállalkozás, benzinköltség, egyéni tanúsítványok beszerzésének költsége, felmerült, egyben igazolt egyéb költségek. Tehát ahogy elmondtam, hogy negyed évente végezni el ezt az ellenőrzést, a 78/2003 GKM rendelet alapján az ellenőrzést 4 évente vagyunk kötelesek elvégeztetni, úgyhogy én is azt javaslom, hogy ami az előterjesztésbe kiadásra került árajánlat, azt fogadja el a képviselőtestület. Jó. Van még valakinek hozzá? Nincs, akkor a először változott használati javaslat, azt már Rétségváros Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalt a Rétségváros játszóterének időszakos felülvizsgálatáról, kerítés és táblák rendezésről készült az előterjesztés, alábbi döntést hozza. A képviselőtestület megrendeli az Emütüfcsük Kft.-nél a 3 darab játszótéren, Kressz Park, Korány utca, Széchenyi utca, meglévő játszótéri eszközök időszakos felülvizsgálatát. A felülvizsgálatról szóló megállapodás tervezetet haladéktalanul meg kell kérni a vállalkozástól. A megállapodás tartalmát a képviselőtestület hagyja jóvá. A felülvizsgált díját 2015-i költségvetésben ugyanúgy szükséges, aki ezzel a előterjesztésre egyetért. 7 igen szavazat, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy 7 igen, és akkor most jön a 8-as napjende pont, a Bacsa István kérelme, pénzügyi bizottság tárgyalta, átadom a szót. Bacsa István egy kérelemmel fordult a testület felé, hogy a volt laktanya területén a gépjármű javító, volt gépjármű javító, illetve volt gépjármű mosó, vagy-vagy, illetve egy hozzátartozó 1000 négyzetméteres terület megvásárlását szeretné eszközölni. A megerőlt épületek Tolmács közigazgatási területén helyezkednek el. Az érvényes vagyongazdálkodási rendeletünk értelmében, ha az önkormányzat egy vagyontárgyat el akar idegeníteni, vagy hasznosítására, üzemeltetésére pályázatot kell kiírni, a pályázat kiírás előtt viszont abban mindenképpen dönteni kell, hogy értékesíteni kívánja egyáltalán ezt a ingatlant, az épületet és a hozzátartozó területet. Ugye itt a bizottsági vitában sok kérdés fölmerült, amelyek közül a legfontosabbak voltak, hogy a volt laktanya területére jelenleg hatályos építési szabályzat nincsen, nincsen álló helyrajzi száma, rendezési terve, nincs övezeti besorolása sem, és tulajdonképpen ha ezt eladná a önkormányzat, ugye amit ennek tükrében nem is olyan egyszerű lenne, a tevékenységre sem lenne ráhatása, ráadásul a polgármester úr elmondta, ez a vállalkozás abban az esetben Tolmácsra adózna. Tehát mindenképpen itt mindenki amellett volt, hogy ez ma jelen pillanatban nem aktuális ez a kérdés. Úgyhogy 8 egyöntetű igen szavazattal a bizottság a B változatot támogatja, azaz a nem kívánja értékesíteni a megjelölt ingatlanokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés? Hozzászólás? Valóban így van, ahogy elnök úr elmondta. Van ugye ebben egy nagy elmaradásunk, hogy tudni kell, hogy ez a terület per pillanat Tolmács közigtará területén fekszik, és ugye, hogyha bármi vállalkozás oda menne, azt a polgár, vagyis úgy van a tolmácsi polgármester vágná szallagot, ami ránk szégyen volna, meg nem haragszom rá. De az örömmel elmondom nektek, tegnap este együtt voltam polgármester úrral, a Hajnics Feri polgármester úrral, és már előbb is egyeztettem még testvérvel és bizottság ülés előtt is, hogy akkor is fölhívtam, és áldását adta rá, hétfőn vár engem 10 órakor Tolmácson, hogy azt megbeszéljük, hogy milyen formában át fogja adni nekünk ezt a területet, közig határrendezést. Úgyhogy szaváztatta, egyesség kérdése,
azt mondta, gyere át polgármester volt, és baráti alapon meg fogunk egyezni vele, hogy ez a Rétság önkormányzati legyen ez. És akkor utána dönt majd a testület arról, hogy mit akarunk ezekkel csinálni, de az első lépés az, hogy közik határig az a miénk legyen. Köszönöm szépen, bölcs döntés, és akkor aki a határozati javaslattal és a pénzügybizottság vélemény egyetért, szavazás 1, 2, 4, 5, 6, 7. Igen, szavazat. Köszönöm. És én most szeretnék elrendelni 5 vagy 10 tólincsatok, de 5 minimum kell. 10. 10 perc szünetet mindenkinek. Köszönöm szépen, addig is. 51. Ez még micsoda itt? Melyik Tibor? Számítógépes, azt egyebekben én mondom. A Borosné, majd a felítelem. Van részletes ez. Aha. Más számítógépről. Őt kereste most délután a Borosné. Csak ez az e-mail van. Pontosan felmérik, informatikus fog véleményt adni, megbeszéltük, személyesen egyeztettünk reggel. Jó, járja a jogosítványa, meg kell nézni. Jó. Akkor folytatjuk a 9-es napjainő pontunk, a Váci Naszály közhasznú motorese és RRT kérelme. Pénzügyi és Városütemet Bizottság tárgyalta. Elnök úr. Köszönöm szépen. Ez a december ülésen szerepelt előttünk ez a kérelem. Egy országos Endurocross bajnokság lebonyolításához, egy futam lebonyolításához kérte a Váci Naszály közhasznú motorsport egyesület a területet. Akkor ingyenes terület használatot kért. A decemberi ülésen a képviselőtestület 100 000 forint bérleti díjat állapított meg a rendezvény megtartásához. A most beadott kérelem alapján kérik a bérleti díjnak a csökkentését 50 000 forintra. Mellékeltek egy kimutatást, amelyik részletesen taglalja a rendezvénynek a költségvetését, ami összesen 1 millió 350 ezer forint. Itt le van vezetve, hogy melyik feladatokra mennyi pénzt szántak. Végül is a bizottságon különösebb nagy vita nem alakult ki erről, mivel itt tulajdonképpen van egy külső szervezet, ez a Váci Egyesület, viszont részt vesz a rendezvény lebonyolításában a Rétsági Riders Team nevű csapat is, ezért végül is a bizottság azt javasolja a képviselőtestületnek 7 igen és 1 nem szavazattal, hogy a bérleti díjat a kérelemnek megfelelően 50 ezer forintra csökkentse. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés? Hozzászólás? Parancsolj. Tisztelt testület, ezt másodszorra tárgyaltuk. Na most, ha én vártam, hogy a rétsági motorosok közül valaki esetleg megjelenik, nagy valószínűséggel, hogyha megjelentek volna és előadták volna ezeket az új tényeket, ami most lett volna, nem kellett volna ezzel még egyszer foglalkozni. Tehát én szerintem a többi társam nevében is mondhatom, hogy akiket érint esetleg a bizottsági ülésekre, egy nyugodt szívvel jöjjenek el, amiről esetleg nincs tudomásunk, vagy azért nem értünk, nem vagyunk annyira szakértők egyes témákba, jöjjenek el és mondják el a javaslataikat. Köszönöm csak ennyit. Köszönöm szépen. Ha még valaki? Akkor aki a határozati javaslattal egyetért, hogy 50 ezer forintot fognak fizetni, akkor szavazás. 1, 2, 4, 5, 7. Igen, szavazattal. Köszönöm szépen. 10-es Rétság Árpád Egylet 2014 évi kérelme, pénzügyi és Városügyi Bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen. A Rétsági Árpád Egylet nyújtott be egy kérelmet a tavalyi önkormányzati támogatás tárgyában. Összesen ugye az egylet 2014-ben 800 000 forint támogatást kért és kapott. A megkötött megállapodásban viszont a labdarúgó öregklub szakosztályra jutó 150 000 forintnak a felhasználási céljait szeretnék változtatni. Nyilván az összeg változatlan, de a felhasználás célja módosult. A bizottság ülésen ebben vita nem alakult ki. Szokásunknak megfelelően 8 egyöntetű igen szavazattal támogatjuk a megállapodás módosítását a
kiosztott határtjavaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hozzászólás, kérdés, hozzászólás. Jó, köszönöm szépen. Akkor, aki egyetért a határozati javaslattal, végül is ez csak egy ilyen pénzügyi formalitás, nem változott összegbe. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Igen, szavazott, elfogadta testület. 7, igen. 11-es napirendi pont, dr. Katona Ernő, 2014 évi és 2015 évi képviselő tiszteletdíj felajánlásra vonatkozó kérelme. Pénzügyi bizottság tárgyalta. Igen, köszönöm. Dr. Katona Ernő képviselő úr tiszteletdíját a 2015-ös évben is a Kölyök-sziget alapítvány javára kívánja felajánlani. Ezért kérte, hogy a 2014. október 1-től folyamatában szintén a Kölyök-sziget alapítvánnyal kössön szerződést az önkormányzat a képviselői tiszteletdíj felhasználására felajánlása tárgyában. A megállapodás tervezet a mellékelve van a előterjesztéshez. Ennek a napirend kapcsán sem alakult ki vita a bizottság ülésen. 8 egyöntetű igen szavazattal támogatjuk a kiosztott határozati javaslatot és a mellékelt megállapodás tervezetet. Köszönöm szépen. Kiadott határozati javaslattal, aki egyetért. 7 igen szavazattal. Köszönöm szépen. Magam nevében Ernőnek jó egészséget kívánok hozzá, meg a jó szokást Isten tartsa meg nála. Azt mondja, 12-es sebességjelző javítása, javítási lehetősége. Kérem a pénzbizottság elnökét. Köszönöm szépen, hát itt annak idején telepítése került egy ilyen sebesség ellenőrző tábla a Volt Egészségügyi Központ előtt, amelyik azt mutatta, hogy ha Balassagyarmat irányából 50-nél többel jött valamilyen gépkocsi, akkor a tábla villogott és kijelezte az 50-es sebességhatárt. 40-es csak helyet szült. Hogy? 40-es. 50-es volt. 50-es. 50-es volt a tábla? Igen? 50-es. Nem 40-es volt. Elnézést, én csak úgy emlékszem. Így van, igen. Igen? Igen. Akkor jó, bocsánat. Semmi gond. Már régen égett, már rosszul emlékeztem. Ez menet közben ez a berendezés elromlott, és annak idején többször is sürgetve lett, hogy ezt a berendezést próbáljuk megnézni, hogy mi a baja, illetve javítható-e. Végül is egy vállalkozás fölmérte a műszaki állapotát, és kétféle javítási javaslatot tett. Az egyik egy optikai szálas megoldás, a másik pedig egy radaros szálas megoldás, amelyikkel tulajdonképpen vissza lehetne állítani ezt a célszerű berendezést, hiszen pontosan az a terület az, ahol a bejövő forgalom, különösen a kamionok igen nagy sebességgel szoktak jönni, és a terelőszigetet kikerülve, hát bizony időnként megbillennek. Végül is az ajánlatok közül a bizottság ülésen azt hangzott el, hogy egyértelműen a összesen 20-valány ezer forinttal drágább, de sokkal korszerűbb radaros ledes táblát érdemes beszerezni. Ez egy sokkal korszerűbb és kevesebb költséggel is üzemeltető, pontosabb. Ráadásul az aszfaltot sem kell bontani, mert azt a hurkot nem kell beterni, vagy ha elromlani, kivenni. Itt végül is, ami még fontos, hogy a cégnek az ajánlatában szerepel egy olyan is, hogy tudnának ehhez egy jeladót is csatlakoztatni, amelyik azt tudná, hogy amelyik jármű nagyobb sebessége jön a megengedettnél, automatikusan a gyalog átkelő helyen pirosra váltja a lámpát, tehát kénytelen megállni. Ehhez viszont a Magyar Közút ZRT-nek kell majd a engedélyét beszerezni. Ha ez sikerül, akkor tulajdonképpen ezzel a megoldással ott a forgalom lényegesen balesetveszélyessége lényegesen csökkenni fog. Úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás lenne, tehát mindenképpen támogatjuk. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a B változatot, tehát ezt a korszerű radaros megoldás megrendelését és telepítését javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Kérdés valakinek? Parancsolj, Dávid. Csak ezzel az érzékelővel kapcsolatban, hogy a piros lámpát
aktiválja egy szabálytalan sebességkorlát fölött. Ez tapasztalatok alapján nagyon jól működik Szőlőigetre, ahogy behajtunk ott egy 60-as táblán, és ugyanezzel a megoldással van. Ott előtte a buszmegálló kiképzése miatt elég necces a buszmegálló kiképzés, és ott ilyen havonta, két havonta voltak balesetek, azóta hál' Istennek állítólag drasztikusan csökkent. Ez a megoldás mindenképp támogatandó. Köszönöm. Köszönöm. Van még valakinek? Dávid elmondta helyettem is. Akkor szavazás. 7 igen szavazattal. Köszönöm szépen. Kettes számú háziorvosi szolgálatnál feladat ellátási szerződés megkötésének szükségessége. Pénzügyi és Városi Bizottság tárgyalta. Elnök úr, parancsol. Köszönöm szépen. Hát itt tulajdonképpen egy szóbeli előterjesztésnek minősült a bizottság ülésen is, ahol részt vett dr. Csaja Terézia, illetve Erdősi Erzsébet a ANTS részéről, és hát ők elmondták azt, hogy jelen pillanatban gondok vannak a kettes számú háziorvosi szolgálatnak a működési engedélyével kapcsolatosan, mivel dr. Katona Ernő háziorvos nem rendelkezik a körzetre előírt praxis joggal. Egy kicsit bonyolult a történet, nem igazán hiszem, hogy részleteiben bele kéne mennem. Annak idején a doktor úrnak volt praxis joga, csak időközben változtak a jogszabályok, és most már a praxis jog az adott körzetre szól, és így tulajdonképpen ezt kellene pótolni, illetve ezzel a jelenlegi közreműködő jog viszont már nem engedi az új jogszabály, tehát ezt kellene rendezni, és önálló tevékenységet ugye csak praxis joggal rendelkező orvos láthat el. A doktor úr a ülésen úgy nyilatkozott, hogy a legegyszerűbb az lenne, ha működtetési forma megmaradhatna, tehát továbbra is az önkormányzat a fenntartója a kettes számú háziorvosi szolgálatnak, és ő pedig a Premedic Kft. Nevében, mint vállalkozó látja a háziorvosi feladatokat. Itt az volt a kérés a hivatal részéről, hogy ezt nagyon gyorsan rendezzük, mert az OEP-től azt az értesítést kapták, hogy napokon belül a finanszírozást jelentősen lecsökkentik, ha ebben nem történik lépés. A bizottság ülésen tulajdonképpen lényegében ezek hangzottak el. Ennek megfelelően hát elkészült egy határozati javaslat, amelyet megfogalmaztam ugyan, de tegnapi nap folyamán egyeztettem a főorvosasszonnyal, és ők is átnézték, és gyakorlatilag ez a kiosztott határozati javaslat számukra is megfelel, amelynek az a lényege, hogy betöltés jogcímén Katona Ernő doktor úrnak praxisjogot biztosítunk a kettes számú háziorvosi körzetre. Kapcsolódik ehhez szintén tegnap nap folyamán elkészítettem ezt a feladatellátási szerződést is, ami most mind kiosztásra kerül a határozati javaslatban. Szintén egyeztettem a főorvosasszonyékkal. Némi vita volt, elsősorban pénzügyi természetű, de ezt végül is a véleményem elfogadták, és ebben a formában, ahogy kiosztásra került, jóváhagyásra fogják ők is hagyni ezt a vagy jóvá fogják hagyni ezt a feladatellátási szerződést. Azt kérném majd, doktor úr, hogy te még nem láttad ugyan, de akkor majd légy oly kedves ezt pontosan átnézni. Remélem nincsen benne tévedés, sem adószám, sem egyéb vonatkozásban. Ami változáson a korábbi megbízási szerződésedhez kapcsolódóan, kikerült belőle a Diós Jenői rendelés, illetve most csak a kettes körzetnek a rendelés idejét fedi le azt a 15 órát, tehát a bánki és a rétsági rendelőknek van benne a működtetése, illetve a rendelési idők is ennek megfelelően módosultak, illetve kikerült belőle az a passzus, hogy a Göllesz Viktor intézetben ott az ottani intézetnek kell a rendelőt működtetni, ez innentől kezdve már a vállalkozásoknak a része, tehát nem tartozik ebbe a szerződésbe. Minden más vonatkozásban végül is nagyon minimális módosítások vannak benne, néhány
jó, ha helyettes orvosnak kell leadni a rendelésének óraszámát, és a helyettesítés helyét pontosan kell jelölni, stb. Tehát ezek vannak. A praxisjog átadásáról szóló határt javaslatot az volt a kérés, hogy legkésőbb hétfői napon kapja meg a Nógrád megyei kormányhivatal Balassagyarmati járási hivatalának járási népegészségügyi intézete. Leánykori nevén ANT-hez, igen, gyarmati kirendeltség, de voltok már sok néven. A feladatellátási szerződést én azt ígértem, hogy átnézed, és akkor amennyiben te is egyetértesz vele, akkor ez is a jövő héten ugyanúgy elkerül hozzájuk, és akkor az OEP fele is tudják rendezni, és akkor végre rendeződik ennek a kettes körnek a további szabályos működtetése. Köszönöm szépen. Kérdés? Parancsol, doktor? Csak egy ilyen adalék, hogy ezek a jogszabályi változások ugye elég sűrűn és elég érthetetlen módon változnak a jogszabályok. Itt komoly gondot okozott a Csaja főorvos asszonynak, meg nekem is az értelmezése. Itt egyedül az Erdős Erzsébet volt, aki úgy értette és próbált ezt rendbe rakni. Ugye elég bonyolultá tették ezt a működtetést, de hál' Istennek a feladatot, ellátását ez nem befolyásolja, és ugyanúgy működünk tovább, ahogy kellene, csak sok papírmunka. Ez a lényeg. Van még valakinek ott? Nincs. Köszönöm szépen, bölcs döntés. Aki egyetért határt javaslattal, 7 igen szavazat, és akkor elnézést a fiúktól, most jön a katasztrófa védelem. Nógrád megye katasztrófa védelem igazgatóság kérelme, pénzügybizottság tárgyalta. Igen, köszönöm szépen, ez is egy szóbeli előterjesztés volt az ülésen többek között, hát elég sokan megjelentek a katasztrófa védelem részéről. Végül is Berez György úr, aki a megyei katasztrófa védelmi igazgató, jelezte, hogy akkor ő kíván hozzászólni. A hozzászólásában először is megköszönte az önkormányzat eddigi hozzáállását és támogatását a tűzoltó őrs telepítésével, illetve a katasztrófa védelmi őrs telepítésével kapcsolatosan. Megköszönte azt, hogy a tavalyi évben a laktanya, illetve hát az őrs előtti útnak a javítását is, megerősítését elvégezte az önkormányzat. Ahogy fogalmazott, bölcs döntések születtek. Ami a jelenlegi kérését illeti, elmondta, hogy van Balassagyarmaton telepítve egy olyan eszköz, egy olyan autó, amely speciálisan a balesetet szenvedett kocsiknak a szétvágásánál tud hatékonyan dolgozni. Ez jelen pillanatban Balassagyarmaton van, és szeretnék áttelepíteni ide Rétságra, mivel a ottani környéken ez az autó nem is igazán volt használva, amikor használva volt, általában ide a kettes útra kellett kivezényelni. Nyilvánvaló, ha itt van Rétságon, akkor sokkal hamarabb tud a helyszínen megjelenni és segítséget nyújtani. Ugye gondjuk az volt, hogy áthozták ugyanaz autót, de helyet kérnének erre, és hát ugye itt az vetődött föl, hogy a Önkéntes Tűzoltó Egyesület használja jelenleg azt a garást, amiben a IFA gépkocsijuk van. Ez számukra, a Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság számára ez a helység megfelelne a gépkocsi tárolására, és ezt szeretnék kérni. És hát ahogy fogalmazott, kérdeztük, hogy lesz-e még valamilyen jövőbeni kérés, a igazgató annyit mondott, hogy még egy utolsó bölcs döntése lenne szükség, és több kérése nem lesz ezzel a kapcsolatban, viszont reménykedik abban, hogy ezt támogatjuk. Felolvasásra került az a levél, amelyben az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatja ezt a fejlesztést, viszont leírták azt is, hogy anyagilag nem tudják támogatni az új felállásnak a kiépítését, viszont a elkészülte után kész átadni a jelenleg használatában levő részeket. Elhangzott a bizottság ülésen, hogy ez a fejlesztés szükséges, hiszen javítja az ellátásnak a hatékonyságát, viszont ugyanakkor nem lehet elvárni az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől, hogy harmadszorra is rugaszkodjanak neki a saját területüknek a saját maguk által végzett rekonstrukciójához, illetve felújításához.
tehát az a döntés született, és azt még hozzáteszem, hogy nem csak a kocsit telepítik, hanem a létszám is növekedik, ugye 5 fővel növekszik a tűzoltósnak a létszám, 5 státusz jelent pluszban. Nyilvánvalóan megállapodásunkat majd módosítani kell. Végül is a bizottság ülésen valamennyi hozzászóló azt támogatta, hogy tegyük lehetővé, hogy a Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ezt az autót ide tudja hozni. Ennek a feltételei ugye most jelen pillanatban megvannak. Az önkéntes tűzoltó egyesület számára pedig a velük folytatott tárgyalások alapján egy olyan megoldást keresünk, amely az önkormányzat saját forrásból fogja biztosítani az ő megfelelő elhelyezésüket, hiszen azt gondolom, és ezt az igazgató úr is hangsúlyozta, hogy a ő munkájukra, hozzáállásukra és az eddigi tevékenységük alapján végzett ifjúság körében végzett, stb. Sorolt az igazgató, milyen értékei vannak, és hát ugye 85 éves, ha jól emlékszem, az egyesület, tehát mindenképpen támogatást igényel, és az önkormányzat ezt a bizottságnak az a javaslat, hogy vállalja föl, hogy ezt a kialakítást egyeztetve az önkéntes tűzoltó egyesület tagjaival, vezetőségével, az önkormányzat vállalja föl ennek az anyagi vonzatát, ezt tartalmazza tulajdonképpen a megfogalmazott és kiosztott határozati javaslat is, ami a 14-es számmal szerepel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdés? Hozzászólás? Nincs. Én magam nevében meg szeretném a bizottságnak a bölcs döntését köszönni, ugyanis itt véget ér az a művelet, amit ilyen sokat dolgoztak ezek a tűzoltó fiúk, hogy most már nem kőműves munkával kellene foglalkozni, hanem a további oktatással, és jó egészséget, és bölcs, hogy mondjam nektek, mit is kívánok. Kövés. Inkább, igen, és a fiatalokkal foglalkozzatok, meg neveljetek magad között, hogy minél előbb ti is ebből a katasztrófavédelmi irodában vagy hivatalban dolgozzatok, mint hivatalos tűzoltók. Mert ugye ezt elmondta, el kell mondanom, igazgató úr, hogy arra kell törekednetek, János biztos elmondta, hogy belőletek is képeződjön ki hivatásos tűzoltó, hogy itt tudjatok náluk dolgozni. És ehhez kívánok jó egészséget nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok. És akkor aki a pénzügybizottságnak a bölcs döntésével egyetért, kérem szavazzon. 7-es igen szavazattal. És akkor most jön a legnehezebb. Beszámoló. Testület lejárt határidő határtalanok végrehajtásával és a átruházott hatáskörbe hozott döntésekről. Pénzügybizottság tárgyalta, átadom elnök úrnak a szót. Szevasztok, jó éjszakát! Beszámoló a lejárt határidő végrehajtásáról. Ebből a napirenddel kapcsolatosan voltak kérdések. Az egyik a tűzifaosztással foglalkozott. Én azt gondolom, hogy ezt, úgy tudom, Jávorka képviselő úr ezt szeretné tájékoztatni a tévénézőket is erről a okosságot, hogy hogy áll a tűzifaosztás kérdése. Erről részleteiben majd ő fog szólni. Kérdés merült fel a Jászteleki úti telefonoszlopok ügyében, hogy itt mi várható. El lett mondva az, hogy a telefonoszlopokról fényképek el lettek küldve, és intézkedni fog a illetékes cég, hogy ezeknek a áthelyezése, illetve rendbetétele megtörténjék. Amit még elmondott a polgármester úr, hogy a laktanyában összegyűjtött lombhulladékot innentől kezdve nem égetéssel fogják megsemmisíteni, hanem a diósjenélyek fogják elvinni és ledarálják, tehát magyarul nem lesz több égetés, és ők tudják ezt hasznosítani. Ami itt egy kicsit rendhagyó volt ugye ez az előterjesztés, mert a lejárt határidő határokkal egyúttal ennek a végén van tulajdonképpen a egyébként külön napirendet képező polgármesteri munkáról végzett beszámoló, a két ülés közötti város érdekében végzett polgármesteri munkáról,
Itt tulajdonképpen a sebességjelző lámpa javításáról van szó, amiről már szó volt, tűzifáról, a start munkaprogramról, telekomról, tehát tulajdonképpen ezekről a dolgokról, illetve a katasztrófa védelemmel kapcsolatos már előbb említett témában, illetve beszámolt még a polgármester úr, hogy részt vett egy tájékoztatón, amelyik nyugat-nógrádi polgármesterek részére hangzott el a várható beruházásokról. Végül is itt annyi hangzott el, hogy kiemelt feladatként kéne a jövőben tekinteni a nyilvános WC-nek a minél előbb üzembe helyezését, mert ezt most már ugye jogerős bírósági döntés van, hogy az önkormányzat tulajdonába került az épület. Tehát ezt mindenképpen kellene szorgalmazni, hogy ez minél előbb átadásra kerüljön, ha Volán átveszi és üzemelteti, akkor neki, ha nem, akkor más formában. Végül is a beszámolót a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Annyit szeretnék elnök úrnak mondani, hogy de két dolog, ma is volt nálam műszakigazgató, meg többféle igazgató van, mert meg vannak tagozódva a DMRV-nél, és ma megjelentek nálam, hogy kielégítője, vagy miben tudnak segíteni. Maximálisan kompozit kötnek nekünk, és mindenben segítenek ebbe a nyilvános WC-nek a működésébe, de közben ugye kaptunk egy, majd azt a Rita informáciteket róla. Így van. Aztán még, ami fontos, a telefonoszlopokkal kapcsolatban, én ígértem, hogy elment, közben technikai hiba miatt nem mentek el a képek, de a Rita pótolta, úgyhogy ott voltam pont mellette, amikor kezébe adtam a telefont ennek a úriembernek Miskolcon, és egyeztettek, és meg is kapta szót is, hogy további lépés, ugye, hogy árajánlatot kell, vagyis nem, meg kell rendelni, megrendelést kell küldeni, annak a két oszlopnak a helyretételére, egyiket ugye kivenni a útból, másiknak a, hát azt szerintem az ősaruk lesz, ami el van dőlve, és azt megint ugye ide fog kerülni a bizottság elé, annak a összeg, hogy mennyit, vagy hogy mi az anyagi vonzata, ez az folyamatban, ez szerintem jövő héten ez tény lesz. Aztán még egy, így van pontosan. Igen, ők fogják megtervezni, kivitelezni, egy ilyen levelet kaptunk tőlük. Aztán mi volt még valami, hogy mire kellett volna reagálnom? Nyilvános vécé, rendben, a telefonoszlop, még valamire pedig akartam aggolva, hogy olvastad valamit még, hogy mibe jutottam elő. Mindegy, majd egyebekbe biztos eszembe fog jutni. És akkor most a Ritának hadd adjak, persze természetes, hogy adok neki szót, hogy... Még a Telekomhoz egy mondatot, hogy tegyek hozzá. Tehát tájékoztatott a Telekom munkatársa, hogy ez a munka tervezésre és kivitelezésre, hogy árajánlatot kell kérni, ezt már polgármester úr elmondta. Ez a munka, ez engedélyköteles. Az engedély beszerzése a tervezés befejezése után körülbelül 3-4 hónap, mire elkerülnek ezek az oszlopok innen. Minden, na ezt elfelejtettem, ez már nem volt képben. Jó, tehát ennyivel szerettem volna kiegészíteni, amit polgármester úr elmondott, egyébként ez mai információ, ma érkezett ez a válasz. Nevél. És akkor most további egyebek is mondjunk. Jó, hát ez szavazás. Aki egyetért a bizottságnak a döntésével, hogy elfogadta a beszámolót. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doki? 6 igen, 1 tartósz. Igen, 7 igen. 6 igen. Hát én mondom, 6 igen és 1 tartósz. Jó, én tartózkok, igen. Köszönöm szépen nektek. Ígérem, hogy tőlem területően fog nektek mindent megpróbálni kérni. Hogy? Csak azok, bocsánat. Mert hogy állítólag azt nem ők rontották el, mert igen, mert majd eldől, majd tervezésnél valamit.
Hát akkor még nem volt útállítólag. És akkor most meg kell terveztetni, hogy a démon igen. 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 Mindegy, az jó, hát ha ide kerül, akkor úgyis el tudunk rajta, hogy mi az, amit nem fogunk el tőlük, vagy mi az, amit reklamálni kell. Ja, még egy jó hírem van. Ugye valamikor én ígértem itt a városba, hogy visszapróbálom hozni a működést a vízműveknél, vagy ha mi ez? Vízügynél. Igen, vízügynél. Vízműnél, mert ez a másik a Sógolaci, annak vége, ugye az nem ott, hanem a vízműnél. És ma a igazgató úr, a műszaki igazgató úgy nálam megjelent, egyben azt is közölte velem, hogy márciusban vissza fogják állítani, még nem tudják hány fővel, de ígéretükhöz képest, ugye elküldték a Tóth István főigazgató, hogy nyugtassanak meg engem, hogy amikor megígérte nekem, hogy ezt vissza fogja állítani, mégpedig tűzcsap felújítást fognak végezni, ez majd attól függ, hogy milyen volumenben, de a dolog az, hogy működni fog továbbra is Rétságnak a vízügy telepe, és az itteni dolgozókat, amennyire lehet, ezeket itt fogják foglalkoztatni. Köszönöm szépen. Úgyhogy azon vagyok, hogy ami ígéretet próbáltam tenni, azt be is tartsam, és ígértem ezt híven, alázattal szolgáljalak titeket is, meg a várost is. Maradunk az egyebeknél. Parancsolj, János. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézőket szeretném tájékoztatni a tűzifának a kérdéséről. Mint hogy mindenki ott ismert, ugye a 46/2014/9/25 számú belügyminiszteri rendelet alapján került sor a szociális tűzifának az igénylésére. Jogosan vetődött fel ugye a kérdés ugye a lakosok körébe, hogy korábbi években miért nem volt ilyen tűzifa akció. Nagyon egyszerűen az oka, a korábbi évek belügyminisztériumi rendeletei nem tartalmazták Rétság települést a névjegyzékben, hiszen a rendeletnek a mellékleteiben voltak, meg vannak felsorolva most is jelenleg is azok a települések, akik jogosultak tűzifa igény beadására. Gyakorlatilag ez e rendelet alapján, ha jól emlékszem, hogy az előző képviselőtestület 2014. október elején, első napjában foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a rendeletnek van egy számítása alap. Nézd meg, hogy megy a tévéadás, mert itt úgy néz a Rita, hogy nem. Minden rendben? Ja, jó, a bocsánat. Csak szólt a Rita, hogy szóljak, hogy nem megy. Jó. Tehát a rendelet alapján ugye belett adva ugye a Rétságvárosra van az igény. Ez ugye a rendeletnek van egy számítási rendszere, ez gyakorlatilag 212 köbméter tűzifát jelentett ugye a támogatás beadása kapcsán, illetve a kérelem beadása kapcsán. Valamikor, ha jól emlékszem, ugye november közepén jött meg ugye a belügyminisztériumtól az értesítés, Rétságváros önkormányzathoz, hogy 94 köbméter tűzifára vagyunk jogosultak. Ezt ugye a képviselőt, tehát a jelenlegi képviselőtestület már tárgyalta, két ugye fafeldolgozással foglalkozó vállalkozástól, az IPO ZRT-től, illetve a HM Erdészettől került megrendelésre fele-fele alapon a 40, tehát a 94 méter köbméter tűzifa. Ezzel párhuzamosan ugye a képviselőtestület módosította a szociális rendeletét, hiszen korábbi a előző rendelet nem tartalmazta a szociális tűzifa elosztásának ugye a szabályait. Ezt a testület elfogadta, a rendeletet kiegészítette. Ugye a múlt hét végén érkezett be a két erdészeti cégtől, ugye a 94 köbméter fa beszállítása, ugye a Misik Imre vállalkozónak a telephelyére. A Szociális Bizottság kedden tartotta meg az ülését, 97 darab kérelem érkezett be ugye a bizottsághoz, ebből három kérelem lett elutasítva a bizottság által egyhangulag. Az egyik kérelem olyanoknál fogva került elutasításra, hogy az egyik kérelmező ugyanabból a házszám, ugyanabból a helyi számú lakásból életvitelszerűen nem tartózkodik Rétságon, tehát vidéken lakik, a két gyermeke is vidéken jár iskolába. Másik két kérelem szintén azért került elutasításra egyhangulag, hiszen egy-egy ugyanazon helyi számú, ugyanazon házszámú lakásból három-három személy igényelt, adott be tűzifa igénylési kérelmet, figyelembe véve ugye a helyi lehetőséget, tehát adott személyek helyi lehetőségeit, egy-egy személy elutasításra került. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a két, tehát ugyanabból a helyi számú lakásból, ugyanabból a házszámú lakásból
kettő-kettő fő fog kapni egy-egy köbméter tűzifát, tehát ott sem maradnak fa nélkül gyakorlatilag. A minden igaz a tudomásom szerint a mai napon a határozatokat, tehát az aláírt határozatokat ugye a kérelmezőknek kikézbesítésre került egy értesítéssel, és azt tudom elmondani, hogy hétfőtől fog kezdődni a tűzifának a kiszállítása, ezt a Misik Imre vállalkozó fogja végrehajtani, a Rákóczi úttal fogja kezdeni, Rákóczi út, Köztársaság út, Kossuth utca, és hát bízom benne, hogy a jövő hét felére, vagy második felére mind a 94 háztartáshoz, igénylőhöz a határozat alapján kikerül a tűzifa igény. És így lesz teljesítve a Récsákváros által fölvállalt, elfogadott, leszállításra került 94 köbméter fa tűzifának elosztása. Gyakorlatilag a 94 kérelmező egy-egy köbméter tűzifát kapott, hát jó lett volna többet adni, de hát sajnos ennyire van lehetőség. Kérem mindenkinek a megértését, még annyit tennék hozzá, hogy majd a kiszállítónál lesz egy átvétel elismervény, a határozattól függetlenül azt kérném aláírni, és személy igazolván számmal igazolni az átvételnek a lényeg létjogosultságát. Én magam is, illetve a Szatályi Bizottság tagjaival fogjuk ezt figyelemmel kísérni, bízom benne, hogy zöggenőmentesen fognak ezek a kérdések megoldani. Köszönöm szépen a figyelmet. Én is köszönöm, elnök úr. Kinek van még hozzászólnivaló? Egyebekben. Majd a végén, Arita, igen. Nincs. Akkor nekem volna, nem tudom, megkapta mindenki ezt a Nógrád megyei hírlapot a Skuci Nándor megyei közgyűlés elnökétől. Arra kérnélek én titeket, hogy tegnap volt egy komoly összevetel Balassagyarmaton, ahol Salgó Tarjánból és a megyéből minden vezető megjelent. Képviselő úr Balla Mihály képviselő úr tartott ezt a rendezvényt, és ugye megszólított engem a Skuci elnök úr, megyei közgyűlés elnöke, hogy valami lépést tegyek már azért, hogy ebbe a belügyminisztériummal, az a ominózus szerződés, az integrált városfejlesztés, hogy ebben részt vegyünk. Mert nagyon kellemetlen, ugye, hogy 25 városra vonatkozik ez, iszonyatos mennyiségű pénz, de előttetek van minden, majd ki lehet föl lehet olvasgatni, és ha ebben mi nem veszünk részt, akkor Récsák fejlődése ebben meg fog állni. És ugye, ha visszatérünk, visszaemlékszem, Mezőfi képviselőtársam mondta, hogy ezt majd rendezzük a Nógrád Fejlesztési Ügynökség non-profit Kft-be, ugye? Hát ebben konzervben ők is, az összes mindenki ebben benne van, és azt kérik, hogy okvetlen vegyünk benne részt ebbe, itt valami törvényi valamit, hogy arra hatalmazzatok föl, hogy ezt a szerződést alá tudjam írni, mert másképp azt hiszem, hogy megáll az élet Récságon, és ez nagyon csúnya volna Récságra nézve, mert szerintem mindannyian azt szeretnénk, hogy minél szélesebb körbe fejlődjön Récsák városa, és itt van ugye, hogy Nógrád megye kerete, ebből 41 milliárd forint Salgótarján, 9,2 milliárd, és ehhez a munkához csak azt lehet, akkor lehet részt venni, ott meg is előlegezték a bizalmokat, hogy a településfejlesztési stratégiák, a forráshoz jutás biztosítékai. Nógrád megyében 5 város, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztor, Récsák és Széchenyi vesz részt a projektban, amit az ITS 2. konzorcium végez az Észak-Alföld regionális fejlesztés alapján. Én arra kérlek titeket, még egyet hadd mondjak el, hogy megkért engem a Skuci elnök úr, hogy vegyem fel a kapcsolatot ezzel a Dr. Mező Ferenc professzor, aki az ITS 2014 konzorcium vezetője, és fölhívtam őt személyesen a telefonon kétszer is, és azt mondja, hogy egyelőre várják ebbe a dologba, mert egyeztetni kell neki a belügyminisztériummal, hogy mivel nem tettünk eleget akkor, amikor kértem titeket, hogy legyen meg a szerződés, meg kell neki kérdezni, hogy befogadják-e még a mi partnerségünket. Én most arra kérlek titeket, hogy nekem rendkívüli testetülést hozzahozni, hogy hatalmazzatok meg arra, hogyha amennyiben pozitív Récsák számára ez a Mező úrnak, a professzor úrnak a tárgyalása a belügyminisztériummal, akkor vegyünk részt ebbe a konziumba. Értékeljük át, szóljatok hozzá, de úgy érzem, hogy ebben nagyon korrekt módon le van írva, ami előttetek is itt van. Egy kicsit kellemetlenül éreztem tegnap magam,
De azt is el kell mondanom, hogy én azt mondtam a Skuci úrnak, hogy vegye fel a kapcsolatot Szájbéli doktor úrral. A Rita ugye meg is adtad a telefonszámot, nem tudom, hogy mit sikerült megbeszélni. Megegyezni, mert ő is kért, hogy személyesen is szeretne, de szinte minden képvisel beszélne ebbe, hogy ki ne maradjunk belőle. És akkor innentől kezdve nem tudom, a tiétek a döntés, hozzáállás, hogy hogyan tovább. Tájékozódni kell, tehát ebben a döntést most így nem tudunk, az viszont egy rendkívülést bármikor telefonon össze lehet hívni, sőt úgy tudom, hogy kell is majd nem sokára rendkívüli testetülést tartani a költségvetésnek a miatt, tehát semmi akadály, hogy akkor ez újra napirendre kerüljön egy előterjesztésbe. Jó, akkor abban maradjunk meg. Hogyha a hétfőn ebbe kapok valamit, akkor azonnal, hogy ne két nap, meg három nap múlva, hanem amikor nekem van információm erre, akkor ad hop, azon nap tudjunk tartani, és tudjunk tönteni, és alá tudjam írni, pótolni ezt a szerződést. Jó? Köszönöm szépen. Van még valakinek? Akkor, ha nincs, akkor Ritának adnám én a szót. Úr is említette, az általános iskola igazgatója ismételten megkereste a képviselőtestületet. A mai napon nálam járt, reggel hosszasan egyeztettünk. Elolvasnám a levelét. Boldog új évet kívánva ismételten kérelemmel folyamodom a tisztelt képviselőtestülethez. A régi 2008-as eleve a TDK-tól leselejtezett állapotban kapott és azóta elavult, elhasználódott számítógépek selejtezése ügyében. A rendszergazda segítségével átnézzük a számítógépeket, a használhatókat megtartjuk. 18 új laptop kiegészítéseként a számítástechnika teremben gyakorlásra, illetve alkatrész biztosítására. Csak a teljesen használhatatlan eszközöket szeretnénk elektronikai veszélyes hulladékként elszállítatni. Ehhez kéri szintén ismételten az iskolaigazgató a képviselőtestület hozzájárulását. Tehát egyeztettünk az igazgatóasszonnyal, tényleg rendszergazdáját fogja nézni, amelyik teljesen használhatatlan, darabszámra tételesen le fogják írni, és át fogják adni, hogy a nyilvántartásokból ki tudjuk vezetni. Amiről a képviselőtestet nem döntött, csak a pénzügyi bizottságot tájékoztattuk elnök úrral. A korábbi levelében azt kérte az igazgatóasszony, hogy a könyvtártakarítás során a használhatatlanná vált könyveket kiselejtezhessék. Ezek a könyvek szintén olyanok voltak, hogy már elavultak oktatásra, vagy pedig fizikálisan rongálódtak meg. Azt is elmondtam a igazgatóasszony, hogy a könyvekből körülbelül egy 3 doboznyit összegyűjtöttek, ami gyakorlatilag a városi könyvtár részéről áttekinthető és megfontolható, hogy kérik vagy nem kérik. Ha a városi könyvtár nem kéri, akkor azok is selejtezésre kerülnének. Tehát ez volt az igazgatóasszony 2 kérése. Én úgy gondolom, hogy a használhatatlan tárgyak tárolása teljesen fölösleges, úgyhogy mindenféleképpen támogatható a kérése. Egy másik téma, szintén az egyebekben, a decemberi pénzügyi bizottsági ülésen tájékoztatást adtam arról, hogy az alpolgármester bizottsági tagsága ütközik az MÖTV-vel. Akkor azt a kérést kaptuk, hogy kérjünk egy írásbeli állásfoglalást a kormányhivataltól. A kormányhivatal írásbeli állásfoglalása megérkezett, azt megérkezését követően át is adtam elnök úrnak. Még egy témám van az uránuszökóval kapcsolatban. Ugye elhangzott itt az ülésen, hogy az ítélet jogerős. A mi tulajdonunk az épület, valóban az ítélet jogerős. Az uránuszökó Kft. Képviselője viszont tájékoztatott, hogy további jogi segítséget fog kérni, felülvizsgáltatja a bírósági ítéletet. Ezt mi a kúriánál, mi ezt tudomásul vesszük, és várjuk a kúria döntését. Köszönöm szépen, ez a 3 témám lett volna. Köszönöm szépen információt. Kérdés, hozzászólás. Ezzel most nincs dolgunk. Zárjuk be. Nincs több? Van? Nincs. Köszönöm szépen a jelentet. Köszönöm mindenkinek a türelmét. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. További jó.